Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Műegyetem Fizika Intézetének nagy előadójában. Hertlen Károlynak hívnak, a Műegyetem Fizika Intézetében a demonstrációs kísérleteket én szoktam bemutatni. Először is a mai rendezvényről szeretnék egy pár szót mondani. A rendezvényünk két közvetítőjének szeretnék elsőként köszönetet mondani. A Puskás Tivadar távközlési technikum videós tábja tevékenykedik itt tőlünk balra. Ők lesznek azok, akik a képet és a hangot szolgáltatják. Már most mondom előre, hogy az archívumunk is lesz előbb-utóbb. Tehát ha valaki fel akarja idézni ezeket a pillanatokat az internet segítségével, vagy megteheti. Az internetre kerülést, tehát azt, hogy most ebben a pillanatban is az interneten lehet minket nézni, azt Teplinszki Istvánnak, vagyis a Galileo Webcast egyszemélyes staffjának lehet köszönni. Annyit szeretnék elmondani, hogy a mai nap lesz egy fizika kísérletekkel való bemutató, ez 16 óráig fog tartani. 16 órától pedig az Ötvös Loránd Fizika Társulatnak lesz itt egy fóruma, amelyen a közoktatással kapcsolatos kérdések megvitatása lesz. Hát igazából ez lesz a program. Még azt hiszem egy dolgot felejtettünk el, de majd a fiúknak megkérem, hogy segítsenek. Én de kitettem egy videóvetítőt a közeli képeknek a kivetítésére, tehát hogyha valamit én itt kicsi kísérletet mutatok, esetleg a helyszínen ülők nem fogják olyan jól látni, mint a közeli ülők, vagy az internet előtt ülők, de a videokamerával viszont könnyedén rá lehet dolgokra tudnom zoomolni, és akkor oda megpróbáljuk kivetíteni ezeket a képeket. Nem tudom, Ákos, ez az egy dolog, ez elmarad. Tehát akkor ott az a kivetítő, az csak azt a cél szolgálja, hogyha én valami kicsi dolgot mutatnék, akkor ott lehessen ezt figyelni. Annyit szeretnék mondani, és akkor ezzel mintegy a fölvezetőnél tartunk, hogy sok kísérletet szeretnék mutatni, lehetőleg úgy szeretném megmutatni, hogy az alatt, az idő alatt, amíg itt vagytok, szeretném, hogyha meg is értenétek, de azért ez egy teljesen hiú ábránt, hogy mindenki mindent itt azonnal meg fog érteni, és fizika professzorok távoznak arra. Ezért biztatlak benneteket arra, főleg akinek van itt íróeszköze is ide írni, hogy írjatok, jegyzeteljetek, főleg azért, hogyha úgy alakul, akkor a tanáraitoktól megkérdezhessétek, hogy akkor pontosan mit is láttam. Ahhoz, hogy ezt meg tudjátok jól kérdezni, emlékezni kell a dolgokra. Én elég régóta kísérletezem, és azt tudom, hogy aki csak ide beül az előadóterembe, és csak néz, nem jegyzetel, az a Gellért térnél távolabb sétálva már nem emlékszik semmire. Pontosabban csak a dolgokra rosszul emlékszik, tehát én mindenképpen komolyan mondom, tehát pedagógiailag tanácsolom nektek, hogy próbáltok meg jegyzetelni, persze, azért azt senki ne gondol, hogy bárkitől ezt számon fogom kérni, csak jól esne, hogyha mégis megtennétek, amit mondok. A kísérleteket, amelyeket én összeállítottam, azt a nevet adtam neki, hogy kísérletek, amelyeket látni kell. Természetesen ennél sokkal több kísérletet kell látni, a válogatásom is önkényes, és majd meglátjuk, hogy mit lehet ebből az egészből kihozni. Mivel, hogy rengeteg kísérletet raktam össze, és nem biztos, hogy mindegyiket teljes egészében ide behoztam a terembe, néha lehet, hogy ki fogok rohanni egy-egy eszközért. Általában ilyenkor, mikor megyek el, akkor káromkodni szoktam, hogy ezt megpróbálom a mikrofonok miatt visszafogni ma. A tréfát visszatéve, akkor mindenki úgy érzi, hogy készen vagyunk. Mert akkor... Én azt gondoltam, hogy alapvetően, hogy próbálok minél hátrébb jönni. Oké. Jó. Igen? Elnézést egy szintet. Eltűnök egy apróságot.
Nem jó a mikrofon? Mi legyen? No, akkor az első dolog, amiről szeretnék beszélni, a fizikának a fontosságáról, és a helyzet az, hogy én néha szoktam a kísérleteim az olyan dolgokkal felvezetni, hogy például itt van, tehát megnézni, ez egy telefon, amit a kezembe tartok, mégpedig egy mobiltelefon, ez körülbelül azóta ilyen a szekrényemben, amióta itt dolgozom az egyetemben, tehát közel 20 éves készülék. Ezzel egyébként pont ugyanúgy lehet telefonálni, mint a mai telefonokkal. Ha valaki megnézze a súlyát, hogyha úgy tetszik a tömegét, akkor szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy ez egy jó nehéz. Talán azt mondom, hogy próbáld meg, mert egy kézen megtartasz. Nem egy egyszerű dolog. Az, hogy ez az idő alatt a telefon, ez a telefon annyira kicsi lett, mint amennyire kicsi egy átlag telefon, ezt most hadd nem utassam meg. És mennyivel többet tud egy ilyen telefon, legalábbis a mostani, akkor megtehettük azt a kérdést, hogy vajon hogyan jutottunk el idáig, mi kellett hozzá. És ha valaki erre a kérdésre választ szeretne adni, akkor azt lehet mondani, hogy a módja, hogy egy eszköz ilyen forradalmian újra fejlődik, az az, hogy a fizikusok, a természettudósok a tudomány alapköveit lerakják, és ezekből az alapkövekből építkezve a mérnökök eszközöket építenek. Tehát igazából a jóléti társadalmunk, amiben élünk, úgy működik, hogy a tudomány az megalkotja az alapokat, és aztán abból a mérnökök olyan eszközöket építenek, amitől aztán kényelmes lesz az életünk. Tehát azt szeretném mondani, hogy ez nem úgy van, hogy csak az ember bemegy és megvásárolja, persze az, aki nem gondolkodik, annak esetleg csak erre eszé válik, hogy csak pénz kell hozzá, de azért az valamelyik bonyolultabb ennek a világnak a működése. Ahhoz, hogy ezeket megértjük, ahhoz nagyon jól kell ismernünk azokat a törvényszerűségeket, amelyek a körülöttünk levő világot leírják, és tulajdonképpen a fizikának pontosan ez a célja, physos, görögül a természetet jelenti, tehát aki fizikát tanul, az a természetnek a leírásával, a természetnek a működésével ismerkedik. Természetesen, amikor az ember elkezd a fizikával foglalkozni, akkor a legfontosabb dolog, hogy az egyszerűtől a bonyolultabb felé megyünk, szépen lépésről lépésre ismerünk meg. Nem mindig ismerünk mindent azonnal, hát adott témában nem értünk el teljesen, viszont azt lehet tudni, hogy mindig, amikor az ember tanul, akkor azokat az alapokat, ha az ember nem sajátítja el, későbbiekben az esetleg a dolog nem fog úgy összeállni, ahogyan azt a tudomány megkívánja. Elsőként olyan kísérletet szeretnék megmutatni, amellyel mintegy emlékeznék arra az időre, amikor én középiskolába jártam. Nekem volt egy tanítónőm, aki fizikát tanított. Nekem nagyon sokat köszönhetek, ha úgy tetszik, ha viccesen mondhatnám az önbűnne, hogy én itt most itt kísérleteket mutatok be. Ő volt az, aki egyik alkalommal úgy jött be az órára, hogy megkérdezte, hogy ki az, aki szeretne az én fejemen kalapáccsal diót törni. És akkor természetesen mindenki szerette volna, hogy a fizika óra azonnal érjen véget, és akkor mindenki majd kiesett a padból, hogy jelentkezzen, és gondoltam, hogy akkor ezt a kísérletet mi is csináljuk meg, tehát hogyha aki úgy gondolja, hogy szeretne gyorsan hazamenni, és azt végigkezdeni a fizika órának, akkor tessék jelentkezni arra, hogy ki az, aki az én fejemben most kalapáccsal diót szeretne törni. Természetesen ehhez az eszközhöz, hogy ez ide van szükségünk,
Tehát akkor senki nem jelentkezik, mert akkor sajnos ki kéne hagyni ezt a jó kis kísérletet. Én azt arra biztatok, hogy olyan emberek jelentkezzenek ezekben a kísérletekben, ezekhez a kísérletekhez, akik nem röstelnek nagyot csapni a dióra. Akkor tele légy szíves. Köszönöm szépen. Gyere, kérlek. Tehát akkor az lenne az első kérésem, hogy legyél szíves megnézni, hogy ezek tényleg diók-e, és ez meg tényleg kalapács-e, mert hogy a legfontosabb dolog, hogy... Tessék? Jó, tehát akkor ez, ahogy mondod, ez egy dió, meg egy kalapács, helyett egy véső, meg egy mogyoró. Rendben van. Akkor készen állsz arra, hogy megcsináljuk a kísérletet. Jó? A kísérletet hoztam egy széket, sőt, mit hoztam még egy dolgot, egy ilyen vastömböt, ezt fogom itt a fejem tetejére rátenni. Ezen kérlek szépen, hogy ezen törjél. Tehát az a kis, hogy álljál mögém, úgy, és ne sajnáld a diót, ide figyeljetek, csak az a leglényegesebb dolog, hogy a az ujjammal a vastömbnek csak a lecsúszását akadályozom meg. Kérlek szépen, hogy ne fogd vissza magad. A kísérleteknél nagyon fontos dolog, hogy meg lehet ismételni őket, tedd le a diót, és akkor vegyél még egyet, és egy jó párat légy szíves, próbálj meg törni. Az lenne a kérdésem, hogyha lehet, akkor üssél jó nagyot, amekkorát csak mehetsz. Lehetne nagyobbat kérnem? Na jó van, hát persze, akkor világos. Az a helyzet, hogy azaz, ma már kezd alakulni, lehet nagyobbat? Még nagyobbat, persze. Ugye a fizika kísérleteknél azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy úgy van. Most tudod, a leglényegesebb dolog a fizika kísérleteknél a megismételhetőség, és az is, hogy mindenkinek egyformán sikerül, tehát kérlek, ülj ide. Akkor most én fogok a lefejre diótörni. A helyzet az, hogy ha valaki ezt a kísérletet meg akarja érteni, akkor tulajdonképpen a kísérlet nem szól másról, mint arról, hogy a dió megtöréséhez viszonylag nagy erőre van szükség, hogy a kalapáccsal, amikor rásuhintok, abban a pillanatban, amikor a kalapács hozzáér, egy igen nagy erőt fog kifejteni. Az ő fejére elhelyezett nagy tömegű súly, ugye ez egy 5 kg tömegű közérsúly, ez egy pillanat alatt meg fog törni ez a dió, és ez alatt az idő alatt ennek a súlynak, a nagy tehetetlensége miatt a mozgás állapotában nem lesz változás. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő ebből mit sem fog érezni. Ugye erősítsenek, hogy semmi. Jól van, még túlélted. Tehát a lényeg a dolgoknak, még egyszer mondom, hogy a kísérlet a testnek a tehetetlenségéről szól, és a testnek a tehetetlensége segítségével tudjuk az ő fejét, meg az én fejének az épségét megóvni. Köszönöm szépen! A következőt mondanám, hogy markolt föl ezt a diót. Eszegesd úgy, hogy nagyon sok fizika tudás van benne, a tehetetlenséggel kapcsolatos dolgok egy része már benne van. Egy kísérletet még, egyébként köszönöm szépen a bemutatáshoz a segítséget. Még egy dolgot szeretnék megmutatni, hogy a tehetetlenséggel kapcsolatosan. Viszem magammal a diót is és a kalapácsot is. Én ide készítettem egy kötelet, erre a kötélre fölkötöttem. Föl fogom magasztani ezt a köteget. Amint megfigyeljük, akkor ez nagyon könnyedén tud saját magától elmozdulni. Tehát a vízszintes irányban nagyon könnyedén tud elmozdulni. Ezek után az ember vesz egy diót, és ezt a diót szépen ide nekitámasztom, és a kalapáccsal megütöm, akkor láthatjuk azt, hogy éppen csak egy picit kimozdult. A tehetetlenség miatt pedig ő könnyedén elmehetne. Tehát valójában, amikor a dió megtöréséhez szükséges erő a kalapáccsal a dió között kifejtődik, közben ugye ő az, aki ellentart, ez az ellenszegül annak, hogy a mozgás állapota megváltozott. Szerintem szépen látszik, hogyha ráütök egyet a dió szalaszét kul, és a nagy tömegi súly az pedig éppen, hogy meg sem mozdul. Hát ez volt a kísérletek között az az első, amelyre azt lehet mondani, hogy a testnek a tehetetlenségével foglalkozó kísérlet. A kísérleteinket folytassuk úgy, hogy egy igen nagy ugrással fogunk tovább menni. Egy forgószéket állítottam én ide,
Ez a forgószék lesz a fő szereplője a kísérleteinknek. A forgószékünk függőleges tengely, nagyon szépen csapágyazva van. A tengely precízen beállított a függőlegesbe, így hát az ember beül, akkor kellemesen lehet forgatni, és szinte akadály nélkül súrló. Kéne neked valaki, aki segít, megtennéd, hogy segítesz egész közelő fehérjénkben. Aha, persze, persze. És akkor közösen kísérletezünk egy kicsit. A kísérletek a forgószékben, a forgó zsámbója fognak történni. A következő szeretném megkérdezni, hogy itt van két súlytó, mondd, megbírod ezt tartani egy oldalsó középtartásban így. Jó, próbáljuk meg. Nem túl nehéz. Fog menni? Tegyünk fel egy kicsit belőle. Egy kicsit tegyünk kevesebbet, jó? Közelülök, jól láthatjátok, hogy a bicikli gumia alá betettünk drótokat. Itt szépen ez lehet látni, a szép fémdrótok vannak. Azért, hogy a perdületét meg tudjuk növelni ennek a bicikli keréknek, a tehetetlenségi nyomatékát. Abban a pillanatban, amikor én ezt majd meg fogom forgatni, sokkal nehezebb a
megforgatását elindítani, viszont megállítani sokkal nehezebb lesz. A kísérletben, amelynek a biciklikerek a főszereplője, ha kezedbe adom ezt a biciklikereket, kinyújtott kézzel kéne megfogni, először elfordítani ebbe az irányba, tartani egy kicsit, visszaállítani függőlegesbe, majd ebbe az irányba elfordítani. Először úgy fogjuk megcsinálni a kísérletet, hogy a biciklikerék maga nem forog. Tehát akkor ez lett a pillanat. Tehát ne ilyen gyorsan, hogy lássa, mindenkinek legyen ideje megfigyelni a kísérletet. Tehát kinyújtjuk a biciklikereket előre, látjuk, hogy a biciklikerék nem forog, állítsuk az egyik irányba függőlegesbe, megtartjuk, visszaállítjuk a biciklikereket függőlegesbe, a másik irányba, és utána vissza. Tehát ezt fogjuk majd forgás közben is csinálni. Az lenne a tiszteltes kérdésem, hogy ne ilyen gyorsan változtatni, aztán szép lassan elfordítod, egy kicsit kitartod, és ennek most nézzük meg, hogy a kísérletünkben, amit eddig elvégeztünk, mind a szék nyugalomban volt végig, mind a biciklikerék. Annyi lesz a következőben a változtatás, hogy a szék továbbra is nyugalomban marad, megemeljük a biciklikereket, én megpörgítem, és megkérlek, hogy szép lassan függőlegesbe állítsak. Figyeljétek meg, hogy ennek következtében elkezd forogni a szék, állítsuk vízszintesbe, ekkor megáll, és az ellenkező irányú forgásnál pedig az ellenkező irányú forgás fog jönni a szék. Azt hiszem, hogy nagyon jól látható mindaz, hogy ha mi forgatni akarjuk, a forgásba akarjuk hozni a széket, akkor fog a szék forogni, hogyha a vízszintestől eltérő lesz a bicikli tengelye. Ha függőlegesbe vízszintesbe állítjuk, akkor a szék is pontosan meg fog állni. Nézzük meg, hogy mi ennek a kísérletnek a magyarázata. Tehát ebből az állapotból indulunk, amikor én ezt a biciklikereket megforgatom, akkor tengely irányú perdület fog ébredni, hogyha ebbe az irányba forgatom meg, akkor a perdület abba az irányba mutat és vízszintes, ez pontosan megegyező a tengellyel. Ha egy picit is elforgatjuk, forgatd el, akkor ennek lesz egy függőleges irányú komponense, tehát a vízszintesből egy kicsi függőleges komponense, ennek eredményeként kezd majd a biciklikerék elforgatására, a hatásaként függőleges tengely körül forogni. Nézzük meg még egyszer. Tehát függőlegesben. Függőlegesben. Hát, úgy, hogy igen, aztán ez szépen látszik. A kísérletünkben a perdület egy állandó mennyiség, tehát folyamatosan megmarad, úgy marad meg, hogy vektoriálisan lesz állandó. Természetesen a bicikli kerekünk csúrlódik, a csapágy is csúrlódik, és ha jól nézem itt a lábad is hozzáér egy picit a tengelyhez, az még szerencsésebb lenne a lábadat úgy, hogy elrendelni. Tehát gyakorlatilag ez a kísérlet, amit itt megmutattam, nem másról szól, mint hogy a perdület egy megmaradó mennyiség. A kísérletünk kezdetén egy vízszintes tengely, mentén, pontosan a vízszintes tengely irányába mutat a perdület. Az óramutatójárásának megfelelően forgatom, akkor abba az irányba tőle elfelé mutat. Ha ő egy picit is elmozdítja, akkor ennek a tengelynek, ennek a vektornak lesz egy függőleges komponens és egy vízszintes komponense. A függőleges komponensének megjelenése következtében fog a biciklikerék, a szék tengelye függőleges körül forogni. Ha ellenkező irányba forgatjuk, tehát először forgatjuk ebbe az irányba, most akkor valamelyik irányba fordítsd el, látjuk, hogy melyik irányba forog. Ha majd visszaérünk egy teljes fordulat után megállunk, így, állítsd meg kezdve, ellenkező irányba fogjuk a biciklikereket forgatni, tehát erre, mert én nem kapkodom. Akkor most ugyanabban az irányba forgatjuk a kereket, és látjuk, hogy ellenkező irányba ezzel függőleges tengelyen forogni a szépünk. Azt hiszem, hogy köszönöm szépen a segítségedet. A kísérleteinket úgy fogjuk tovább folytatni, foglalj helyet. Egy tapsot azért kap. A kísérleteinknél még azért maradjunk meg a perdület megmaradás vételén egy rövidebb időre, és a következő kísérletet azt azért fogom még bemutatni, mert ez kell a legtöbb erő, tehát igazából úgy gondolom, hogy ezt már elégszer gyakoroltam, hogy hozzáedződtem ezek kísérletet. Tehát beülök itt a székbe.
megállítom lábbal, hogy sem a szék, sem a biciklikerék ne forogjon. A biciklikereket a fejem fölé ellen függőleges tengerjel, elkezdtem megforgatni. Az összeerdőre továbbra is annyi, mint a kísérlet elején, tehát nulla, csak fel kell figyelni, hogy a biciklikerék valamelyik irányba forog, és a másik tenger meg ebben pont ellenkező irányba, tehát az összeerdőrünk az éppen nulla. Még egyszer megmutatom a kísérletet. Tehát a biciklikeréknek is nulla a perdülete, az ég is nyugalomban van, tehát az egésznek összességében ugyan nulla a perdület, hogy ez sem forog, és a szék sem forog. Amikor elkezdem a biciklikereket forgatni, akkor pontosan bele ellenkező irányba fog forogni a szék. Azt hiszem, ez jól megfigyelhető. Ha megállítom, továbbra is minden nyugalomban marad. Tehát a perdület egyébként egy igen izgalmas dolog, nagyon sokan a perdület megmaradást nem igazán jól értik meg. Azt tudom mondani, hogy a kísérleteknél, hogy látja az ember, ez nagyon fontos, de neked sokkal több szerencséd van, mint bárkinek, mert te át is élted azt, hogy amikor behúztad a kezedet, akkor jóval nagyobb fordulatszámra pörgött a kerék. A perdülettel kapcsolatosan egy másik kísérletet is szeretnék megmutatni. Ez pedig a következő. A bicikli kerék egyik tengelyére kötöttem én egy madzagot. Ha ezt a bicikli kereket ebből a helyzetéből elengedem, akkor ez a madzag fölfüggesztése révén a bicikli kerék egy 90 fokú elfordulás után kerül nyugalomba. Azt is lehet mondani, hogy ha fizikus szemmel vizsgáljuk a dolgokat, keressük meg a bicikli keréknek a tengely, a tömegközéppontját. Ez a szimmetria elhelyezések mentén körülbelül ezen a helyen van, az ujjammal mutatok. Tehát addig fog mozogni a tömegközéppont, amíg az alátámasztási pont alá nem kerül, tehát hogy ezt az egyenest, ha meghosszabbítjuk, biztos, hogy rajta lesz a biciklinek a tömegközéppontja. Még egyszer megmutathatom, sőt többször is megnézhetjük. Azt lehet mondani, hogy ebből az állapotból kiindulva itt hat egy tömegerő, M-szer G tömegerő, mely mutat lefelé. Ez az M-szer G tömegerő a tömegközéppont és a felfüggesztési távolság közötti kar mentén egy nyomatékot fog gyakorolni erre a pontra, tehát ez az R hosszúság és az M-szer G súlyerő szorzataként egy nyomaték alakul ki. Ez a nyomaték lesz, amely a bicikli kereket az alacsonyabb helyzetben fogja elmozdítani, végül ebben a helyzetben fog nyugalomban működni. Ha megforgatom a bicikli kereket, ezáltal perdületet adok neki, és ugyancsak fölfüggesztem, akkor szerintem többek számára meglepetéssel válaszol a biciklikerék. Hiszen a biciklikerék most nem fog a függőlegesbe bevillenni, tehát hogy a tenger nem fordul el 90 fokot, hanem szép lassan cammogva, körbe-körbe, úgymond precesszál ez a kerék. Nézzük meg pontosan, hogy mi ennek a magyarázata. Ha fizika órán esetleg példát kellene megoldani, akkor kellene, hogy a fizikai mennyiségeket értsük meg, pontosan melyik irányba mutatnak és hol találhatóak. A bicikli keréknek megbeszéltük, hogy ez a tömegközéppontja, ide fog hatni az M-szer G súlyerő, vagy itt ébred a súlyerő. Ez az R távolság lesz, az, amely egy R kis vektor, és hogy az R és a G-nek a szorzata fog adni egy nyomatékot, amely ugye abba az irányba fog mutatni, ebből a pontból abba az irányba ti felétek. A biciklikereket, ha megpörgetjük ebbe az irányba, akkor egy olyan irányú vektor fog ébredni, egy perdület, amely a tenge irányba mutat, és tőlem elfelé abba az irányba áll a nyíl. Tehát, hogyha ebbe az irányba megpörgettük, akkor a nyomatékunk ebbe az irányba mutat, a perdületünk ebbe az irányba mutat, a kettő kifeszít egy síkot, és erre a síkre merőleges lesz, és vele jobbsodrású rendszert fog alkotni az omega szögsebesség, ahogy a bicikli kerék precesszál körbe-körbe. Tudom, hogy ezt majd a fizika órán majd meg kell kérdezni a tanítónéktől, de próbáljátok meg felrajzolni pontosan, amiről beszélek, és akkor valószínű jól meg tudjátok a kérdéseiteket fogalmazni. Tehát fölfüggesztjük, és nézzétek meg, hogy melyik irányba jár körbe. Ha megváltoztatjuk a bicikli kerék forgásának irányát,
tehát nem ebbe az irányba pörget, hanem ellenkező irányba, akkor a precesz szállásnak az iránya is megváltozik, pontosan ellenkező irányba fog forogni, mint ahogy eddig forgott körbe-körbe. A helyzet az, hogy a pergület ugye az egy vektormennyiség, azt most már kezdjük érezni, azt is látjuk, hogy a pergület az egy megmaradó mennyiség, éppen ezért a megmaradó mennyiségek mentén eszközöket is építhetünk. Tehát, hogyha szeretnénk valamit egyensúlyozni, szeretnénk, hogy a perdületre rábízni valaminek a kiegyensúlyozottságát, akkor ezt a jelenséget jól ismerve eszközöket építhetünk. Ilyen perdületek, például perdületet használ ki a szegvény nevezetű kétkerekű járgány. Nem tudom, mennyire ismeritek, ez egy rollerból elfajzott szerkentyű, tele elektronikával és pörgetjükkel. Ez az elvet használják ki. Ha valaki megpróbál egy biciklikereket úgy megforgatni, hogy nem forog, nagyon könnyedén megy ez. Abban az esetben, hogyha beülünk egy székbe és egy perdülettel bír ez a biciklikerék, azt hiszem mindenki emlékszik még erre a kísérletre, beülök a perdület, elfordítom és már is forgok körbe-körbe. Arra felé fogok forogni, mert én éppen szeretnék. Ugye? Egészen más a helyzet akkor, hogyha ide kiállok a székből két lábbal a talajra, úgy is mondhatnám, hogy a függőleges irányú elcsavarodásomat nem engedélyezem meg. Ha ebben az esetben szeretném ezt így megpörgetni, így elforgatni, akkor ugyanezt lehet, csak ez igen nagy erőre van szükség, de ennél még sokkal fontosabb, hogy tudjuk, hogy az erő melyik irányba fog éledni. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az átlag ember, ha ezt a tengelyt ebbe az irányból így el akarja forgatni, így, akkor ugye úgy próbálkozik, hogy ebben a kezével emeli, a másik kezével pedig sűjjeszti. Úgy leszem, ez egy világos. Ez idáig rendben is van, egészen addig, amíg a biciklikerék nem forog. Mert ha a biciklikerék forog, akkor az ilyen irányú nyomaték, amivel az egyik kezemmel nyomom lefelé, a másikkal pedig emelem, egészen más fog hozni, mint amire számít az ember. Nem tudom, ki az, aki érti, amiről beszélek. Az előadás után nem nagyon szoktam örülni az eszközémet, valaki megbabrálja. Ezt érdemes kipróbálni. Ahhoz, hogy ez függőlegesen így elforduljon, azt kell tenni, az egyik kezemmel meg kell tolni, és a másikkal meg kell húzni. Ebben az esetben, ebben az irányba elfordulni. Ha otthon nekiültök és vektoriálisan fölrajzoltok a helyzetet, akkor mindenki számára világos lesz. Tehát abban az esetben, hogyha elfelejtkezünk arról, hogy ez a fajta mozdulat helyett egy ilyen mozdulatot fogunk csinálni, akkor annyit fogunk érezni, hogy a biciklikerék elleneszegül a forgatásnak, kitér belőle, neki megy az ember kezének és letépi a bőrt róla. Tehát ezt azért mondom, hogy aki majd esetleg ezt kipróbálja azt a kísérletet, és nem jó irányban kezd hozzá, akkor ő neki a biciklikerék közelíteni fog így a kezéhez, és letépi a bőrt róla. Csak az a kívánságom lenne, hogyha lehet, akkor ezt nagyon lassan tegyétek. Ahogyan finoman mond az ember, próbálkozni, de nem eszetlenül, hanem finom mozdulatokkal, és akkor meg fogjátok érteni ezt a kísérletet. Mechanikában jártunk, egy kis forgómozgással foglalkoztunk, és megnéztünk egy megmaradási törvényt. A megmaradási törvényekkel kapcsolatosan, hát sokan vitatják a megmaradási törvényeket, többek között az egyik ilyen az energia megmaradásnak a törvénye, amit nagyon sokan vitatnak. Mit jelent ez? Le lehet egyszerűbben is fordítani, kísérletekre, konkrét kísérletekre. Elképzelhető-e, így is föltetjük a kérdést, hogy ebből a magasságból lejtek valami testet, és ennél magasabbra fog visszaugrani. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ez lehetséges. Te itt föltetted a kezedet, most csak azért akarod mondani, hogy amit tessék, hogy lehet ezt elképzelni, hogy innen elindítok egy testet, így,
szépen leesik, és utána ennél magasabbra fog fölpattan az indítás helyénél. Nem tudom, tippeltem. Ja, csak tippeltél. Ki az, akinek van valami ötlete, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni? Neked mi az ötleted? Hát ilyen monoton, ilyen, hogy ilyen gumizét így deformálunk, és amikor leesik, akkor deformálódik vissza. És aha, jó, nagyon helyes. A dolog, neked mi az ötleted? Tessék? Ez is egy jó ötlet, ugye, mi a kereszt neved? Erik azt mondta, hogy tegyünk egymásra két labdát, és a két labda közül az egyik valószínűleg magasabbra fog fölpattanni, ha nem ha lehetjük, hogyha jól választjuk meg a tömegeinek arányát. Mi visszatérhetünk erre a dologra. Ugye te, amit mondtál, ez éppen a kezemben van. Ez egy nagyon egyszerű kis test, nézzétek meg. Ha az ember ebből a magasságból lejti, akkor jóval magasabbra fog visszaugrani. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetséges ez? Ugye, mi a keresztneved? Dávid elmondta, hogy hogyan működik. Ugye, ha valaki rosszul figyeli meg ezt a kísérletet, nem veszi azt észre, hogy én most így az ujjammal megnyomom ezt. Ebből a félgömbből deformálok egy ilyen kúpszerű valamit, és amikor én ezt lejtem, akkor ez a lejtés pillanatában visszakapja az eredeti alakját. Az eredeti alakját úgy kaptuk meg, az eredeti alakból a kúpot, hogy erőnek erejében megnyomtuk és deformáltuk. Ebben a gumiban deformációs munkát úgymond rejtettünk el, és ennek eredményeként, amikor az leesik, visszaadja ezt a deformációs munkát, és avval együtt rugaszkodik el a talajról, és jóval magasabbra fog fölugrani, mint ahonnan indítottuk. Ugye most ez a kísérlet arról szól, hogy energiamegmaradás törvénye látszólag sérül, hiszen ebből a magasságból indítottuk, és annál magasabbra pattant föl. Ha pusztán csak rugalmas ütközésről beszélnénk, akkor ezt nem lehetne elérni. Abban az esetben, ha valami cselt alkalmazunk, akár meg is csinálhatjuk, és akkor egy úgymond paradoxon csinálunk. Azok számára lesz paradoxon, akik nem veszik észre ezt a rejtett mozdulatot, hogy beleteszünk egy kis energiát, eldobjuk, és ennek segítségével, köszönöm szépen, ennek segítségével magasabbra fog visszaugrani, mint ahonnan elindítottuk. Tehát azt hiszem, hogy jól látszik ez a kísérlet. Elindítom egy nem túl nagy magasságból, és jóval magasabbra fog visszapattanni. A kísérleteknél, amikor az ember eszközöket válogat, akkor volt alkalmam, egyik alkalommal két gumigolyóra szert tenni, és ez a két gumigolyó, hogyha ideadom a kezedbe, akkor az első dolog, hogy nézzük meg, hogy a tömegére tekintve van-e különbség. Nincs. Én csak mondom neked, hogy 0,1 g pontosággal megegyezik a tömegük, én kimértem. A két golyót egy kicsit följebb rakod, akkor kamerák is látják, meg mi is látjuk. Mind a kettőnek egyformán fekete színe van. Mondd, hogy így van. Igen, így van. Jó, tehát akkor egyformán fekete a színük. Most az lenne a kérdés, hogy próbáld meg így a kezeddel megnyomogatni őket, egyformán keményeknek mondható-e. Igen. Na most ennek ne higgyél, hanem fogd meg a két golyót és próbáld egymásba nyomni, és nézd meg, hogy egyformán deformálódnak-e. Egy pillanatra szeretném elkérni, csak azért, hogy a kamerának megmutatom. Tehát azt csináljuk, hogy a két golyót összeérintem, elkezdem egymáshoz képest nyomni, és látjuk, hogy a két golyónak a deformációja tök egyforma. Ez világos, ugye? Tehát itt a közelülők úgy is lehet mondani, hogy megnézték. Az a kérdésünk, hogy mit lehet erről a két golyról mondani? Nézzétek meg, ezt a két golyót egyszerre lejtem, ugyanabból a magasságból, és az egyik golyó az pattog sokáig, a másik golyó az pedig egy kicsit sem pattan vissza. Így. Mivel lehet magyarázni ezt a tulajdonságot? Hogyan lehet ilyen golyót készíteni? És a következő kérdés, hogy és mire jó ez nekünk? Tehát legyünk annyira utilitaristák, tehát hogy a haszonelvűség legyen a legfontosabb dolog, tehát a fizika használható-e, akkor mi az, ami mentén meg tudjuk érteni a működését, és hogyha már értjük a működését, akkor mit lehet belőle készíteni? Itt van az egyik golyó, ha ezt lejtem, akkor egyszerűen teljesen rugalmatlanul csapódik a talajnak, és nem emelkedik vissza. Itt van a másik golyó, ez pedig jól látható a rugalmas ütközések sorozatával veszti el majd az energiáját. Kérdés az, hogy mire jó ez. Van-e valakinek ötlete, mire lehet használni mondjuk azt a golyót, amely teljesen rugalmatlanul ütközik? Mondjuk a versenyre
Igen. Tehát autóversenyzésnél az ütközés tompítására hibátlan. Kérdésem az, hogy van-e valaki, aki szokott futni tornacipő talpát, melyikből csináljuk? Ebből a rugalmasból, vagy ebből a rugalmatlanból? Tessék? Tegye fel a kezét, aki a rugalmatlanból csinálná a tornacipő talpát. Jó, akkor neked gratulálok, meg neked is, mert ti találtátok el a jó megoldást. Ugyanis a tornacipőnek a talpát azért csinálják rugalmatlanból, mert az ember, amikor lép, ugye abban a pillanatban, hogy leteszi magát a talpát, a bokája, a térde, a csípőízülete, az mind-mind egy rugalmatlan ütközés révén el tudja nyelni azokat az ütközéseket, tehát sokkal kisebb terhelés jut minden egyes ilyen csuklóra. Ha elmentek, megnézitek ezekben a sportáruházakban, éppen így definiálják, vagy így hirdetik ezeket a talpakat, hogy teljesen rugalmatlanak ezek a talpak. Ettől egyszerűen puhább lesz az ember futása, tehát azt is lehet mondani, hogy még nyugdíjas korára is az embernek van esélye, hogy nem kopnak el az ízületei. Ugye azt hiszem, ez teljesen világos, hogy ebből rugalmas ütközés, tehát ebből pedig rugalmatlan ütközés. Még egyet próbáljunk megválaszolni, mi lehet a kettő golyó anyagában a különbség. Ugye emlékezzünk meg arról, hogy idén a kémia éve van, ugye 2011 a kémia éve, ugye ez egy kémiai úton állítják elő ezeket ilyen polimerekből ezeket az anyagokat. A polimereket ahhoz, hogy ilyen jól működjenek, térhálósítani kell. A térhálósítás foka fogja eldönteni, hogy mennyire lesz rugalmas az anyag. Képzeljétek el egy polimert, ami egy hosszú láncú molekula, és a hosszú láncok így egymás mellett vannak. Ha egymással sok oldalirányú kapcsolatot tudunk létrehozni, ilyen térhálós molekulát, abban az esetben ilyen rugalmatlanul, vagy rugalmasan fog viselkedni. Abban az esetben, hogyha hosszú molekulák egymáshoz viszonylag kevés helyen vannak kötve, akkor a molekulák egyik a másikán elcsúszik, és akkor a súrlódás révén emészti el ezt az energiát. Azt még érdemes erről elmondani, hogy abban az esetben, hogyha lassan vizsgáljuk ezeket a testeket, akkor teljesen egyformán fognak viselkedni, tehát az, amit te a kezeddel megnyomtál, azért nem éreztél különbséget, mert lassan csináltad ezt. Abban az esetben, hogyha ezt gyorsabban csinál, az ember szembetűnő lesz a különbség. Van egy anyagunk, aminél még szembetűnő lehet ez a sebességnek a hatása. Ez egy, igen, egy nagyon érdekes anyag, a gyurmalin. Örülök neki, hogy egyre többen ismeritek, remélem, hogy nem azért ismeritek, mint amiért hirdetik. Hogyha valaki sokat gyurkálja, akkor lelkileg meg fog nyugodni. A gyurmalinról azt kell tudni, hogy egy gyurmához nagyon hasonló anyag, könnyedén lehet kézzel alakítani. Azt hiszem, hogy ezt mindenki jól látja. Ez a gyurmalin teljesen, hogy mondjam, képlékenyen, nagyon könnyedén alakítható. Külön izgalmas az, hogyha az ember gyúr belőle egy valamekkora hosszúságú anyagot, mondjuk egy ilyen hengeresre játszó valamit, és ezt így az ember tartja, akkor a saját súlyánál fogva előbb-utóbb látható hosszúságúra meg fog nyúlni, és az tehát azt hiszem már mindenki látja, hogy nyúlik, egyre hosszabb és hosszabb lesz, vagyis az igen lassú hatásoknak nagyon izgalmasan válaszol, tehát ha valakinek otthon van gyurmalinje, csak azt tudom mondani, hogy próbálja beletenni egy tölcsérbe, egy hétvégén átfolyik a tölcséren. Tehát egy hétvége alatt. Tehát a nagyon lassú hatásokra úgy is lehet mondani, hogy folyadékként viselkedik. Ha egy kicsit gyorsabb hatásokkal vagyunk, akkor ez a gyurma teljesen képlékeny, plasztikus állapotot mutat. Abban az esetben, hogyha egy kicsivel a képlékeny hatásnál gyorsabb hatásokat fogunk tudni érvényesíteni, akkor nézzétek meg, hogyha a talajhoz például idevágom, akkor rugalmasan ugyanúgy visszapattan, mint hogyha egy gumigolyó lenne. Azt hiszem, hogy jól látom. Azt is érdemes megmutatni, hogy ez a gyurmadarab még ennél izgalmasabb dolgot is tud. Ehhez szükségünk van egy alapásra. Én azt hiszem, hogy inkább ide fogok jönni, hogy mindenki jól láthassa.
veszek ebből a gyurmalimból egy körülbelül dió nagyságnyi darabot, és ezt a körülbelül dió nagyságnyi darabot ezt gömb alakra fogom formázni, elhelyezzük itt, és kalapáccsal fogok egyet rásuhintani. Hogyha megfelelő módon rásuhintom, aztán mindenki láthatja, hogy a gyurmalinunk a gyurmához hasonlóan viselkedő, eddig a gyurmához hasonlóan viselkedő anyagunk, megváltoztatja a viselkedését, rideg, törékeny, repedékeny lesz. És hogyha jól megfigyelitek, nem tudom, hogy lehet-e látni, hogy a felülete olyan, mint egy töret. Tehát gyakorlatilag érdes barázdás törést fog mutatni. Természetesen egy idő után ezek a barázdák a gravitációs térben ki fognak simulni, és felveszik a teljesen sima alakot. Tehát gyakorlatilag van egy olyan anyagunk, amely attól függően, hogy mekkora sebességgel akarjuk alakítani, más és más viselkedést mutat. Mit jelent ez számunkra? Hát körülbelül annyit tesz ez számunkra, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy milyen tulajdonságú ez az anyag. Azt hiszem, hogy kezditek érezni, hogy ez a kérdés így rosszul van föltéve, hogy ez az anyagnak a viselkedése nem tulajdonsága, hanem állapota. Az alakváltozás sebessége az egy állapothatározó, és minél nagyobb alakváltozási sebességet hozunk, annál izgalmasabb és izgalmasabb anyagi tulajdonságok jönnek elő. Ha lassan alakítjuk, akkor folyni fog. Ha gyorsabban alakítjuk, akkor rugalmatlanul alakváltozik. Egy gyorsabb alakváltozás a rugalmas tulajdonságokat hoz el, és azután pedig rideg, törékeny viselkedés fog produkálni. Azt hiszem ez a kísérlet megért annyit, hogy megértsük azt, hogy az anyagoknak az állapota, az állapot határozóktól függ. Hát akkor erre nézzünk most egy-két apró kísérletet. Érdemes bezárni a dobozába, mert képes szétfolyni. Ha valakinek esetleg valahol a ruhájára ment egy darab gyurmalin, ezt minél hamarabb tegye el, mert hogyha benne marad, akkor az utána csak ecetes ollóval lehet kiszedni. Kísérleteinkben nézzük egy-két hőtani kísérletet. A hőtani kísérleteket általában az emberek nagyon szokták szeretni, főleg, hogyha olyan anyagokkal kísérletezünk, amelyeket én ma ide készítettem. Az első ilyen anyag az a száraz jég lesz. A száraz jéggel kapcsolatosan annyit kell mondani, hogy a kezembe véve a száraz jéget, ha láthatjátok, hogy egy olyan, első kinézete teljesen jéghez hasonlító anyagot teszek ide az asztalra, amely valójában nem vízből készült jég, hanem a széndioxidból készült, ahogy itt az elsősorban már mondják. Van egy izgalmas kísérlet, hogyha beletesszük egy ilyen edénybe, akkor előbb-utóbb egy ilyen érdekes hangot fog adni. Minden igaz. Hát ez most nem akarja. Nem is akkor a probléma. Az a lényeg az oknak, hogy a száraz jégünk -78,5 fok hideg. Az van ráírva a biztonsági lapra, hogy kézzel érinteni tilos. Ez persze tudjátok, hogy a fizika tanárokra nem vonatkozik, mert ők egészen másfajta emberek. Tehát a száraz jéggel kapcsolatosan nézzük egy kísérletet. Ha betesszük egy edénybe ezt a száraz jéget, akkor ebben az edényben a száraz jég elkezd majd sublimálni. A sublimációja révén keletkezik belőle gáz, mégpedig széndioxid gáz, amelyről azt tudjuk, hogy színtelen, szagtalan, és nem nagyon tudjuk észrevenni az emberi érzékszerveinkkel. Illetve amikorra észrevesszük, addigra az már késő, mert hogy a széndioxid tömény belégzése az halálos. Ugye itt van benne a széndioxid, szilárd halmaz állapotban, és a kérdésem az, hogy ugye, ha valaki tudná a széndioxidot valami módon észlelnek, azt látná, a széndioxid egyre magasabb és magasabb szintet foglal el, majd a végén így oldal irányba szépen így kiömpül, vagyis keletkezik ebből a széndioxidből egy gáz. Tegye fel a kezét, aki elhiszi, hogy ebből keletkezik gáz. Na látjátok, ez a nagy hiba, hogy a fizikában nem a hitre építünk, az egy másik tantárgy. Mi maradjunk meg az egyszerű tényeknél, és akkor ugye a tények
Mert pedig úgy lehet, hogy valamiféle módon detektáljuk, ha az emberi szervek nem mennek, akkor mi építünk egy detektort. A detektorunk az viszonylag könnyedén elkészíthető. Egy léggömbnek látszó tárgyat hozzákötünk ehhez az edényhez, és azt fogjuk látni, hogy a gáz egyre jobban és jobban felfújja ezt a léggömböt. Ha úgy tetszik, egy gázfejlődés jelző detektorunk van. Amíg ez a száraz jég fölfújja ezt a léggömböt, szeretnék megmutatni nektek egy másik kísérletet, ahhoz is kell léggömb. És ha most itt előveszem ezt az edényt, ez egy ilyen palackfújó berendezéssel ellátott tartály, akkor talán gondolhatjátok, hogy ugye az a kísérlet fog jönni, amikor az ember a tüdejébe héliumot szív, és ettől megmagasodik a hang. Kihallottam ezt a kísérletet? Azért megengeditek, hogy megcsináljuk. Jó, tehát akkor... Tehát kinyitom ezt az edény tartályt. Föl fogom fújni ezt a... Fölfújjuk ezt az edényt, itt van benne a gáz. Ahhoz, hogy a kísérletet jól hallhassátok, akkor majd természetesen egy kis csöndre lesz szükségem. Én, hogy jól működjék ez a kísérlet, előre kifogom a tüdőmből préselni a levegőt, és annak a helyére fogom beszívni ezt a gázt. Na most, sikerült beleszívni a tüdőmet ebben a gázzal. Azt hiszem, egy kis tévedés történt, mert nem a héliumot tartalmazó gázt hoztam, hanem ide valami másmilyen gáz sikerült beszívni. Tartok tőle, hogy ez a kénhexafluorid gáz. Most tartály, nézzük csak meg, hogy tényleg ez van ideírva. Tényleg van írva a kénhexafluorid, le is ellenőrizhetitek. A kénhexafluorid egy igen izgalmas gáz. Íjátok csak fel a képletét, ugye SF6. Ha valakinek van annyi tudása, megpróbáljuk kiszámolni, hogy mekkora a molekulájának a tömege. Csak ezért mondanék, hogy jobban tudjátok ellenőrizni a dolgokat. Ekkora molekula méret mellett szobahőmérsékleten nagyon ritka az, hogy valami gázhalmaz állapotú. Gondolkozzunk együtt közösen, miért is ne tennénk meg, hiszen a kénhexafluorid ekkora molekulával, ezen a hőmérsékleten, vajon még miért tudjuk azt mondani, hogy ez nem szilárd halmaz állapotú? Na, kinek van ötlete? Az lenne a kérdésem, hogy hogy is van ez, akkor kérem szépen. Kénhexafluorid, gondolkodjunk, SF6. Hogy nézhet ki ez a molekula? Hogyha valaki megpróbálna az alakját megnézni, milyen alakot találna? Tegye föl a kezét, akinek van valami ötlete. Az a helyzet, hogy ott a szobámban van egy nagyító, abban megnéztem, úgyhogy egészen biztosan tudom, hogy hogy néz ki. Képzeljünk el két tetraédert, aminek a csúcsával van egymáshoz közel. Ez azt jelenti, hogy közel van a két kén, és akkor azoknak 3-3 fluor molekula. Így eredményként, mondom, az alakját el tudjuk képzelni. Ennek eredményeként, hogyha egy ilyen anyagot feltételezünk, és megnézzük, hogy hogyan van az elektromos töltés eloszlás, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy teljesen apoláros molekulát látunk. Vagyis, amikor az a molekulák egymáshoz közel kerülnek, semmiféle komoly erő nincs közöttük. Éppen ezért már a hőmozgás is ezeket ki tudja szakítani egészen alacsony hőmérsékleten a kristályrácsból. És igazából ilyeténképpen érthető, hogy a kénhexafluorid szobahőmérsékleten gázhalmaz állapotú. Van egy másik gáz, ami még ennél is nagyobb molekulatömegű, de azt nem mertem idehozni. Én nem is tudom, hogy Magyarországon egyen hozzá tudnánk férni. Ez az uránhexafluorid. Tehát egyre vadabb és vadabb dolgokat mondok, ugye, tehát az uránhexafluoridról, most ezt hagyjuk, a kénhexafluoridról két apróságot szeretnék elmondani. Ugye egyik oldalról, hogyha egy vegyészt kérdezzünk, akkor a jó vegyészek fogják csak a kénhexafluoridot ismerni, hiszen a jó vegyészek azok, akik azokat az anyagokat is ismerik, amelyek alig-alig reagálnak valamivel. Ugye, tehát
azt lehet mondani, hogy az ismertségük a reagálási hajlamával az valamilyen összefüggés mutat. De a kénhexafluorid gyakorlatilag a vegyületek átalakulásából majdnem, hogy kihúzhatjuk, majdnem, hogy nemes gázként viselkedik. Éppen ezért a kénhexafluorid alkalmazása is ilyen, például a villamosipari alkalmazása az egyik, kapcsolókat, amelyeket, hogyha az ember megszakítja az áramot, biztos láthatok, hogy egy szikrázik egyet. A kapcsolóknál ez a szikrázás ez nem jó. Egyik részről, mert akkor nem szakította meg az áramot teljesen, másik részről pedig a kapcsolónak a felületei elégnek. Éppen ezért, hogyha a kapcsoló felületei elégnek, akkor az nagyon hamar tönkre megy a kapcsolóhoz, éppen ezért a kapcsoló érintkezőinek környezetét elárasztjuk kénhexafluoriddal, és a kénhexafluorid nagyon jó ívoltó gáz. Pont. Van egy másik alkalmazás, a kénhexafluorid teljesen inert gáz, éppen ezért orvosi alkalmazását tudjuk. Ha például valakinek megsérül a szeme, leválik a retinája, akkor ugye lehet mikrosebészeti módon, hogy azt csinálják, hogy egy műtőbe bevonulnak, kiveszik a szemét, szétvagdassák, fölstopolják körbe a retinát vissza a szemfenékre. Ehelyett van egy egyszerűbb megoldás, kénhexafluoridot fölszívnak egy fecskendőbe, benyomják megfelelő helyre, és a nyomás az szépen visszanyomja a retinát a szemfenékre. A bicskázás nélkül meg lehet úszni. A gondolatok után nem utolsó dolog. Ehhez persze mi szükséges, hogy egyáltalán ismerjük a kénhexafluoridot, ugye ez kémia, és tudjuk azt, hogy ez hogyan viselkedik, ebben már akár egy kis fizika is, meg biológia is benne van, és eredményként, ugye itt most nem a mérnökök, hanem az orvosok találtak ki egy olyan eljárást, ami erre hibátlan. De hiszen a száraz jég, az már fölfújta nekünk a léggömbünket, és akkor folytathatjuk a kísérletünket úgy, szeretnénk, hogyha rábeszélnénk ezt a léggömböt, hogy mégiscsak a gázt valahogy nyomja vissza oda abba a tartályba. Nem lehetetlen, ehhez egy újabb anyagot kell megmutassak nektek. Ez az újabb anyag, ez a cseppfolyós nitrogén. Cseppfolyós nitrogénnel fogunk kísérletezni egy keveset. A cseppfolyós nitrogént azért megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Én hoztam egy edényt, egy úgynevezett gyuár edényt. Nézzétek meg, kettős falú. A kettős fala ezen a részen közül kiszivattyúztuk a levegőt, azért, hogy a hőszigetelése a legjobb lehessen. Ugye most ti is tudjátok, hogy tél van. És a hőszigetelés ebben az időszakban az egyik legfontosabb, hiszen hogyha nincs jó hőszigetelés mondjuk a házunkon, vagy mondjuk a testünkön, akkor házunknál sokba kerül, a testünkön pedig nagyon gyorsan ágynak fogunk esni, hogyha nincs jó hőszigetelés. Tehát a cseppfolyós nitrogént betöltöm ebbe az edénybe, és ugye a hő terjedésének három módozata körül, ugye a hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzásból a kettőt, a hővezetést és a hőáramlást a gyuáredény meg tudja akadályozni. Magát a hősugárzást, azt azért nem, egyébként egy tisztességes gyuáredény az ezüstösre be van foncsorozva, pontosan azért, hogy a sugárzást is meg tudjuk óvni, de itt most azt szeretnénk megmutatni, hogy ezt a nagyon alacsony hőmérsékletű folyadékot megismerjük. Ez a cseppfolyós nitrogén, mínusz 197 Celsius fok a forráspontja. Nézzétek meg, ott belül mínusz 197 Celsius fok van, én pedig itt kívül fogom. Olyannyira nem hideg, hogy akár megfoghatnád te is, de ne fogjad meg. Na jó van, fogd meg. Tehát ugye olyan, mintha esetleg teja lenne benne, vagy még annyira sem kellemetlen. Amikor a cseppfolyós nitrogén lehűti a tartályunkat, tehát ugye a szobahőmérsékletű volt a kísérlet elején a tartály, most már azon a részen, ahol a cseppfolyós nitrogén hozzá, mínusz 197 Celsius fok hideg. És ennek eredményeként már a hűtést elvégezve csak egy ilyen barátságos rotyogást látunk. Tehát, akkor itt van nekünk ez a hungarocell edényünk. A hungarocell edényt szépen betesszük ide ebbe a engedélybe, betesszük a tartályt. Ráütünk egy kis cseppfolyós nitrogént. A cseppfolyós nitrogén nagy felületen érintkezik ebben a Erlmeyer lombikkal. Az Erlmeyer lombiknak a felületét lehűti, és amikor a száraz jég szublimációjának hőmérséklete alá csökken, abban a pillanatban elkezd a száraz jég szublimációja, és ha nem vigyázunk, akkor nagyon rövid idő alatt ki fogja bélelni a száraz jég összehúzódása mentén a léggömb, az Erlmeyer lombikunkat. Úgy fogja kibélelni, azt sehogy máshogy nem lehet megcsinálni, hiszen ha beleteszünk egy
léggömböt és ott fújjuk fel, akkor mindig meg fog maradni itt mellette egy kis gáz. Ebben a módszerrel viszont teljes egészében ki tudjuk űzni a gáz, hiszen eltüntetjük, szilárd halmaz állapotúvá tesszük. Most egy keveset várnunk kell, amikor a hőmérséklet 78, mínusz 78 fok fölé fog kerülni, abban a pillanatban a léggömbünk elkezd majd ott belül összezsugorodni, és amikor már elég kicsi lesz, akkor a lukon keresztül ismét ki fog bújni. Nézzünk csak még egy következő kísérletet. A legnagyobb bánatokat kimaradt. Nézzük meg a léggömbbel kísérletezünk továbbra is a léggömbbel. Azt szeretném mondani, hogy azt mondják, hogy a kénhexafluoridnak nagy a molekula tömege. Ebből következik, hogy nagy lesz a sűrűsége is. Az a kérdés, hogy ezt mennyire tudjuk majd demonstrálni. Itt van például egy léggömb, ha most szép lassan felfújom, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a kénhexafluorid az egy levegőtől lényegesen sűrűbb anyag. Onnan fogjuk tudni, hogy a levegőtől lényegesen sűrűbb anyag, hogy felfújjuk két léggömböt, körülbelül egy formára. Melyik nagyobb? Az ő. Egy forma? Lehet népszavazni, ebben lehet népszavazni. Körülbelül egyforma, megkötöm mind a kettőt egyformára, és nézzük meg, hogyha lejtem a kettőt egyszerre, melyik fog vajon hamarabb leérni. Azt hiszem mindenki jól látja, hogy mi a különbség a két gáz között. Az egyik gáz, az egy nagy molekuláló gáz, és azt is tudjuk, hogy a nagy molekuláló gáznak nagyobb lesz a sűrűsége, nagyobb mennyiségű gáz kerül ide bele. Most mind a kettő egyforma módon elkezd indulni, csak az egyikre sokkal, nézzük csak meg még egyszer, az egyik, de sokkal nagyobb lesz a lefele ható erő, és gyakorlatilag a végsebesség, ami kialakul a zuhanás közben, sokkal nagyobb lesz. Nézzük, az lenne a kérdésem, hogy mi lehet a kettő között a különbség, próbáljuk körüljárni. Úgy fogjuk körüljárni, hogy először lehűtjük az egyiket is, és lehűtjük a másikat is cseppfolyós nitrogénben. Megnézzük, hogy mi lesz a kettő között a különbség. Először nézzük, melyiket nézzük először? Hát szerintem nézzük a kénhexafluoridot. Itt van a kénhexafluorid, a tel léggömb. Ezt a léggömböt szép lassan úgy fogom leönteni cseppfolyós nitrogénnel, hogy nagy felületen nedvesítse meg a léggömböt. A léggömb lehűl, lehűti a benne levő kénhexafluoridot, ide is öntünk egy keveset, így. Önök eredményeként a kénhexafluoridunk elkezd összehúzódni. Ahogyan azt mi tanultuk a gáztörvényekben, egyre kisebb és kisebb lesz a térfogata. Természetesen az ideális gáztörvényt egy idő után eldobhatjuk, hiszen az ideális gáztörvény nem képes követni azt, hogy olyan alacsony hőmérsékletű lett ez az anyag, hogy már elveszti a gáz halmazállapotát, és tessék megnézni, itt van mi. Na most, nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Elkezdem én melengetni, és itt valamit érzek benne, fog meg? Te is érzel benne valamit? Az anyja köcsögít, nem? Na jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi az, amit tapasztalunk benne. Hát, hogyha lejtem, akkor lehet hallani, hogy kopog is. Tehát kinyitjuk, ez lesz, pontosan ezt fogjuk csinálni, csak még egy kicsit jobban lehűtjük. Én hoztam egy ollót, ha minden igaz, akkor ott van. Nézzük meg, mi van a léggömbben, így mi. Nézzétek meg, itt szépen kivágjuk. Itt van benne. Itt van benne a kénhexafluorid. Ez volt a gáz, nem adom kézbe, mert nagyon hideg. Tehát ez a kénhexafluorid gáz, amikor lehűtjük, akkor lesz belőle egy ekkora
Egyébként nagyon hasonlít a száraz jéghez, már csak abban is, hogy ez is szublimát. Már ez is szublimát. Későbbiekben ebben még kísérletezünk, ide félreteszem. Nézzük meg, hogyha lehűtjük a léggömböt, akkor mit fogunk tapasztalni. Azt a léggömböt, amelyet tüdővel fújtam fel. A tüdővel felfújt levegő ugyancsak össze fog húzódni, de fogunk látni valami lényegi különbséget a kettő között. Nézzétek meg, ez is ugyanúgy húzódik össze, mint a másik. A léggömbnek is van egy furcsa viselkedése, ilyen zörgőssé válik ezen az alacsony hőmérsékleten, hogyha sikerül ezt lehűteni, akkor teljes egészében el fogja veszíteni szinte a térfogatát. Az eredeti térfogatának mintegy 1/2000 részére húzódik össze, olyan kicsi, hogy befér ide a tenyerembe, bezütött tenyerbe, így, és hogyha most én megmelengetem, valódi bioenergiával sugárzom be, akkor az eredeti térfogatát igen gyorsan visszanyeri. Nézzétek meg, hogy mennyivel hamarabb hűtöttük le a kénexafrodot, és ez még mindig itt van ebben az állapotában. Énekel, keletkezik belőle egy kis gáz, az a gáz egy picit megemeli, akkor a gáz kimegy alul, a lekoppan, és aztán így kezdődik előről. Na, tehát akkor ugye mit láttunk? Láttunk egy kísérletet, amelyben a léggömb az eredeti méretéről összehúzódott, úgyhogy majdnem eltűnt az összes térfogata. Utána, hogyha hagytuk a környezetével melegedjen, akkor az eredeti térfogatát kapta vissza. Szeretném, hogyha senki nem úgy apostrofálna ezt a kísérletet, hogy egy bűvésztrükköt látok. Ez valódi 100%-ban fizika látvány volt. Tehát ezt azért szeretném, hogyha tudnátok. Én azt szeretném mondani, hogy van egy olyan kísérletünk, amit szeretnénk mindenképpen megmutatni. Kell hozzá egy különleges edény. Ez a különleges edény egy vastag falu cső, amit te mondasz, hogy kólásüveg, lehetett volna belőle, ha fölfújták volna, hogyha én nem kértem volna el. Tehát ez egy pillepalacnak az előgyártmánya, ez egy fröccsöntéssel készített előgyártmány. Nagyon vastag a fala, olyan vastag, hogy a kis ujjamat sem tudom ide beledugni. Azt fogjuk csinálni, hogy veszünk a kénexafrodból egy darabkát, és ezt én szépen belegyúrom. Tehát ez egy gyúrható valami, hogy az eredeti alakját szépen belenyúzzuk, így, lezárom. Ugye most itt látjuk, hogy a szoba hőmérséklet, ugye a légköri körülmények között a kénhexafluorid az ugye szublimál. Most azt fogjuk megcsinálni, hogy én itt mutatom és tartom, ti ott esetleg láthatjátok a képen, hogy a kénhexafluorid miközben a környezetétől hőt vesz fel, megnövekszik a nyomás, de egy idő után elkezd szublimálás helyett megolvadni, és a kénhexafluoridról elkezd a kénhexafluorid folyadék formájában lecsöpögni. Ha jó erősen figyelitek, akkor nagyon izgalmas dolgot lehet látni. Azt látjuk, hogy ez itt folyadékhalmaz állapotúvá alakul át szilárdból, tehát mondhatjuk, hogy fagyos, mert hogy itt olvad. Itt alul viszont buborékok keletkeznek, és ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy itt pedig forr. Ugyanaz az anyag. Forró és fagyos ugyanazon a hőmérsékleten. Ez a fizikában lehetséges. A mindennapi életben ritkán szoktuk elképzelni, hogy ugyanaz az anyag, amely forrásban van, és fagyos, ugyanazon a hőmérsékleten történik. Ez elég ritka dolog. Itt is jól lehet látni, hogy buborékok keletkeznek benne. Most nem olyan heves, mint az előbb, amikor a két halmaz állapot különállt, de meg tudjuk mutatni a következőt. Keresünk egy kupakot, egy olyan kupakot, amivel ki lehet nézni ezt a edényt. Tehát itt van a kénhexafluoridunk benne. És akkor amit érdemes megnézni, hogy én kinyitom ezt a szelepet, és ahogy kinyitom ezt a szelepet, egy pillanatra letörlöm a párát róla, kinyitom ezt a szelepet, akkor kiengedünk egy kis gázt. Nézzétek meg, hogy a gáz kiengedem szép lassan, hevesen és hevesen forr, egyre hevesebben és hevesebben forr, és olyan hevesen forr, hogy forrás közben megfagy. Itt van. Ha most kinyitom és kiveszem, akkor láthatjátok, hogy egy szilárd halmaz állapotú anyagot látunk itt. Itt van.
Tehát az biztos, hogy egy kicsit puhább, mint amilyen a másik, de csak azért, mert a buborékok belefagytak, ilyen porózus anyag keletkezett, tehát tök ugyanaz az állapot állt elő. Ha akarom, akkor megint csak megtehetem, hogy fogom, kezdem előről a dolgot, veszek egy darabka kénexofrúdot, meggyúrom, azért, hogy beleférjen ide. Érdekes módon a gyúrás közben néha pöfög egy kicsit, ez azt jelenti, hogy ha hirtelen az ember megnyomja, akkor ott rögtön elkezd szublimálni, és keletkezik belőle egy kis gáz. Ez az az úgynevezett pöfögő rész, és akkor érdemes szerintem erre annyi időt szánni, hogy lássuk azt, hogy hogyan olvad meg ismételten a kénhexafluorid, és nézzétek meg, amit mellette van, ez meg csak szublimál. Tehát hogyan lehet elérni a halmazállapot változást? Úgy lehet elérni, hogy ebben az edényben a hőmérséklet növekedésén kívül növekedik a nyomás is. Hát a hőmérséklet mellett a nyomást is növeljük, ebben az esetben is megváltozik az anyagnak a viselkedése, szublimálás helyett elkezd megolvadni. És azt hiszem, hogy ez most már, ha jól látom, akkor ez már elkezd megolvadni. Te is úgy látod? Vagy még nem? De itt nézd csak itt az oldalát, itt már csöpög lefelé. Ott van mi. Tehát egy olyan kísérletet látunk együtt, amely hőtamban, sajnos középiskában nem törzsanyag, de érdemes megnézni, hiszen erre a kísérletre, hogy is mondjam, csak rátelepült az ipar, és ennek a kísérlet tudása révén olyan dolgokat tudnak nekünk adni, mint másképpen nehezen tudunk megcsinálni. Tehát ha akarjuk, egy anyag szublimál, és ha akarjuk, akkor egy anyag megolvad. A kérdés az, hogy mire lesz ez jó, azt viszont tudjuk, hogy ezt úgy lehet elérni, hogy a hőmérséklet mellett a nyomással is kell változtatnunk. Azt hiszem szépen látszik ez a dolog. Ki az, aki tudna mondani valami trükköt arra nézve, hogy a szublimáció így módon való megváltoztatásával milyen jó cselekedetet tudunk csinálni az átlag emberek? Most azért mondom ilyen jó cselekedet, mert ha elmondanám, akkor rögtön mindenki tudná, hogy miről van szó. Tehát, ki az, akinek van valami épkézláb ötlete, mire lehet ezt használni? Tudjátok mit? Én most megint kinyitom ezt a kupakot itt fölül, ott nézhetitek, majd kinagyítják a fiúk, és akkor együtt megnézzük, hogy hogyan tud ez megforni, így, és a forrás közben hogyan fog ez elkezdeni megfagyni. Teljesen szilárd halmazállapotúvá vált, hogy körülötte megszüntettük a nyomást. Ha én ezt most kiveszem, akkor megint látjátok, hogy itt van ez a szilárd halmazállapot anyag. Ne felejts el senki, hogy a buborékok belefagytak, tehát nem több lett, vigyázat, mert itt be lehet csapódni, hanem ha grammarral lemérnénk, akkor azt tapasztalnánk, hogy kevesebb lett természetesen, csak a térfogata azért tűnik nagyobbnak, mert a buborékok belefagytak. Na, térjünk vissza, hogy mire lehet ezt használni, mert különben mi a fenének tanulnánk fizikát, ha nem jó a semmire. Igen, hallom, hogy arra jó, hogy meg lehet alázni a diákokat, meg mit tudom én, lehet egyest adni, de igazából nem csak ezért tanítjuk a fizikát, higgyátok ezt el nekem, ezt egész közeli forrásokból tudom. No, kinek van jó ötlete? Jó, tehát akkor segítek, kulináris örömöket lehet általa okozni. Hangosabban mondjad, nagyon jó. Kiszárítják a gyümölcsöket, hogyan szárítják ki? És még mi kell a vákumon kívül? Úgy van, hangosabban mondjad. Hideg kell hozzá. Hogy hívják ezt a berendezést? Fagyasztva szárító, vagy ha úgy tetszik, liofilizáló berendezés. Ez azt jelenti, hogyha a hőmérséklet, tehát gondoljatok a következőre. Ki az, aki szereti a Nescafét? Jaj, tegyétek fel bátran kezeteket, én már ugyan kávéra szoktam át, tehát, de az is ugyanígy készül. Ugye megfagyasztják az elkészített kakaót, beteszik egy edénybe, ahol a hideg mellett, kb. Minusz 20 Celsius fokon, körülötte lecsökkentik a nyomást. És ettől a kakaóban levő víz szublimálni kezd, és teljes egészében el lehet tüntetni belőle a vizet, és visszamarad egy por. Ez a Nescafé. Ezt megdarálják egy kicsit, megőrlik, és utána ez később
az ember hozzáönti mondjuk a tejet vagy a vizet, akkor kakaót lehet belőle készíteni, vagy kávét, kinek mi tetszik, de így készül a levespor is, sőt így készül a kondenszer is, vagy a sűrített tej. Tehát igazából megint csak azt lehet mondani, hogy fizikatudás segítségével hoztunk olyan dolgokat, egyszerűen készíthető dolgokat, amely ugye egyszerűbbé és könnyebbé teszi az életünket. Képzeljétek el, a legújabb dolog, hogy most instant vizet tudnak csinálni. Egy por, amely egy kis vizet öntenek, és víz lesz belőle. Nem semmi. Igazából el lehet gondolkodni, nem egy utolsó dolog. Annyit szeretnék megmutatni. Bele fogunk önteni egy kis cseppfolyós nitrogént. Fogjuk tenni ezt azért, mert szeretnénk alkalmazni az eddigi tudásunkat. Láttuk azt, hogy a cseppfolyós folyadékból, a cseppfolyós nitrogénből, nagyon kevés cseppfolyós nitrogénből rengeteg gáz keletkezik. Ezért aztán megtehetjük azt is, hogy beleöntjük a cseppfolyós nitrogént ebbe a léggömbbe, lezárjuk a léggömböt, és majd a léggömböt a cseppfolyós nitrogénből fejlődő gáz föl fogja fújni. Világos, ugye? Szépen megfogom. Aha, hát nem egészen fújta föl. Úgyis mondhatnánk, hogy valami más történt, mint amire vártunk. A kísérletnek van egy olyan tulajdon, van egy olyan, hogy is mondjam csak, figyelemfelhívó része is, hogyha valaki a fizikát rendesen megtanulja, még rosszalkodni is jobban fog tudni, hiszen egy normál léggömb felfúvásával ekkorát nem lehet durrantani. Próbáljuk megmagyarázni ezt a jelenséget, ami történt, és pontosan mi is történt. Akár meg is ismételjük a kísérletünket, hiszen van még másik léggömbünk. Amikor én a léggömbbe belöntöm a cseppfolyós nitrogént, akkor a léggömb lehűl. A felfújt levegő esetében felfújt léggömbről itt a közelülők jól hallották, hogy sisterget, zizeget, mint valami nejlonzacskó. Ez azért volt, mert a hőmérséklete folyán megváltozott a viselkedése. A léggömbnek a viselkedése nagyon brutálisan meg tud változni. Nézzétek meg ezt a léggömböt, ha megnyújtom, elengedem, akkor meg tudjuk mutatni, mit jelent az a rugalmas alakváltozás. Ugye az erő hatására megváltoztatja alakját, ha megszüntetjük az erőt, visszakapja az alakját. Ez a definíció. És ezek után ez az egyébként rugalmasan képlékeny, vagy rugalmasan alakváltozó léggömböt bedobom egy kis cseppfolyós nitrogénbe, azért, hogy biztosan elmerüljön, lenyomom a nitrogén aljára, majd amikor én ezt kiveszem és megpróbálom képlékeny vagy rugalmas alakváltozást létrehozni, akkor nem az történik, ami eltörik, mint a ropi, de csak azért, mert az alacsony a hőmérséklete. Most a kezemmel megpróbálom ismételten visszaadni neki a szobahőmérséklet körüli értéket, és látjuk, hogy ismételten rugalmas. Vagyis megint egy állapot határozott változtattunk meg, és az állapot határozóval megváltozott az állapota, ugye a rugalmasból éppen rideg törékenyé vált, ugye az előbb sebesség segítségével értük el ugyanezt. Ha még egyszer akarunk egy kísérletet megnézni, akkor nézzétek meg a következőt, tehát beleeresztjük a cseppfolyós nitrogént ebbe a kis léggömbbe. A nitrogén belefolyik a léggömbünkbe. Most csak annyit kell megtenni, hogy el ne törjön a nyele, hogy ez a részét megfogom, és akkor elkezdem rázni, és egyszer csak fogja magát, és azt mondja, hogy ugye? Ez egy igazi adiabatikus expanzió. Ez egy igazi adiabatikus expanzió, és hát, mint látjátok, fizika tudásunkat sok mindenre ki tudjuk használni. Nézzünk meg egy következő kísérletet, mert látjuk, hogy a gáznak feszítő ereje van, és a gázok feszítő erejével kísérletezünk. Itt van egy edény, amelybe beleilleszkedik pontosan egy dugó. Ezzel fogunk kísérletezni. Ez
Vegyünk egy kis cseppfolyós nitrogént, öntsük bele ebbe az edénybe. Hát itt jól látható cseppfolyós nitrogén, fogja az ember, és a dugóval bezárja az edényt. Látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogén hevesen forr, belőle gáz keletkezik. Ha én ezt egy dugóval elzárom, akkor várunk egy keveset, akkor fogja magát és kiköpi a dugót. Akkor, amikor a cseppfolyós nitrogénnek a feszítő ereje nagyobb lesz, mint a dugónak, tényleg van. Hoztam még egy edény, tehát van másik. Aha, ez jó lesz. Hát, ilyen van, hogy egy edény kidukad, főleg itt ezen a környéken. Hát itt van egy kis cseppfolyós nitrogén, egy dugóval bezárjuk, és amint látjátok, egy idő után a dugó már nem tud benne maradni, mert hogy a gáznak a feszítőre a nyomása kiveti. Na most, egy nagyon picit fogunk változtatni a kísérleten, megmarad a dugó, megmarad az edény, megmarad a cseppfolyós nitrogén, avval a különbség, hogy most fordítjuk. Hoppá! Egy pillanat, csak annyit fogunk tenni, hogy teszünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént. Így, ez egy kicsit sok is. Megfogjuk, mi? A cseppfolyós nitrogénnel hajtott kísérletünk. Hát ott több nyoma van, úgyhogy nem először mutatok be a kísérletet. Tehát az lenne a kérésem, hogy megismételjük a kísérletet. Próbáljuk megtalálni, hogy miért megy ennyivel magasabbra a palac, mint a dugó. Hát az első dolog, amit az elsősorban itt ülő, igen, művelt, fizikából művelt közönség mond, hogy kisebb a tömege. Ez tény és való, de az a kérésem, hogy tedd meg, hogy megfogod ezt a két edényt, vagy a két darabot, az edényt és a dugót, kb. Hányszorosa lehet a tömege? Próbáld megsatszolni. Háromszorosa. Egyébként nagyon jó eltaláltad, közel háromszorosa. De hát akkor ennél nem kéne, hogy ennyivel magasabbra menjen, és ennyivel gyorsabban. Próbáljuk megtalálni közösen, mi ennek az oka. A kísérletet, ha elvégezzük, ugye belöntöm a cseppfolyós nitrogént, a cseppfolyós nitrogén benne van, és akkor nézzük meg, dugó be, várunk egy kicsit, egyszer csak fogja magát, és a gáznyomása a dugót kilöki. Abba a pillanatban, várj egy kicsit, majd mindjárt elmondhatok, ezt hadd magyarázom el, abba a pillanatban, amikor a dugó innen elszabadul, a dugónak a gyorsítása befejeződik. Na, mit akartál mondani? Hogy amikor megfordítjuk, akkor a nitrogénnel együtt viszont nagyobb a tömege, szerintem. És így több gáz, így van. Nagyobb lesz a nyomás, és úgy nagyobb erővel lövi ki. Akkor ezt, hogy mindenki hallja, elmondom még egyszer. Tehát ő azt mondta, mi a kereszt neved? Gergő azt mondta, hogy amikor én ezt bedugom, átfordítom, és ebből az irányból indítom el, akkor tulajdonképpen annyi történik, köszönöm szépen. Tulajdonképpen annyi történik, figyeljtek csak meg, ugye beledugom a dugót, átfordítom, akkor elsőnek kivágja a dugót, és másodiknak még hátra lő ki a cseppfolyós nitrogént is. Valójában egy kétfokozatú rakétánk van, és érthetően sokkal nagyobb lesz a végsebessége. Ugye ez világos? Na jó, akkor szerintem nézzünk egy következő kísérletet. Eszembe jutott, hogy fölírtam egy kísérletet, amit ha van kezdetek otthon, megpróbálhatok, tehát most egy snit, egy kis lazítás, egy olyan kísérlet, amit otthon is el lehet végezni. Szükség van hozzá egy olyan ragasztóra, ami ilyen forró pisztolyba való ragasztó. Ez egy olyan műanyag, amelyik nem túl magas hőmérsékleten megolvad, folyadékhalmaz állapotúvá válik, be lehet kenni vele valamit, és akkor a megszilárdulás, kihűlés után megszilárdul. Ez a ragasztó viszonylag nagyméretű molekulákból áll, és ezek a nagyméretű molekulák lesznek a főszereplői a kísérletnek. Azt is érdemes megnézni, hogy a ragasztó anyaga csak nem átlátszó, inkább áttetszőnek mondanám. Azt hiszem, hogyha valaki a kezébe vesz egy ilyet, akkor az rögtön fogja érteni. Hogy mit lehet ebben kísérletezni, hát ez gyakorlatilag nagyon egyszerű dolgunk van. Egy erős fényforrás kell hozzá, én egy
megint csak egy modern dolgot hoztam, egy ledet. Ez a led, ez meglepően nagy fényerővel bír, tehát nem akarok senkinek a szemébe világítani, de hogyha megnézitek, akkor elég jó fényet lehet tudni. Tehát egy ilyen állítható fókusztávolságú fényforrást kapunk. Hogyha ennek a fényforrásnak a kivébe beletesszük ezt, nézzétek meg, akkor gyönyörűen lehet látni azt, amit még talán nem tudjátok, hogy mit látok, de mindenképpen látszik, hogy itt az alja az egészen kék, és hogy egyre följebb és följebb megyünk, akkor itt a közepe egy kicsit zöldesnek mondható, aztán sárgás, és itt az a, ha lekapcsolnánk a villanyt, még ezen részen a vöröset is lehetne látni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy fényszórási kísérletet látunk, a szóró részecskék maga ragasztónak az anyaga, és ennek segítségével meg tudjuk mondani pontosan, hogy, hogy miért vörös a naplemente, és az ég, az pedig miért kék. Na most ez persze kicsit bonyolult lenne ezt itt minden egyes részében elmondani, de ezt a kísérletet megjegyzitek, esetleg a fizika órára megpróbáltam elvinni, akkor esetleg a fizika tanárotok el is fogja magyarázni pontosan ez hogy van. Lényeg az, hogy ezeknek a részecskéken szóródik maga a fény. A fény szóródása olyan, hogy leghamarabb kiszórja azokat a fényeket, fényrészecskéket, amelyeknek rövid a hullámhossza. Ezért látjuk itt az alján a kék színeket, és hogy egyre följebb megyünk, egyre hosszabb és hosszabb hullámhosszakat fog kiszórni. Ilyeténképpen lehet ezt a kísérletet megmutatni. Tehát egy otthon elvégezhető kísérlet volt, ez csak ilyen lazítás gyanánt. Én is jöttem erre az elég. Na igen, egy másik otthon elvégezhető kísérletet szeretnék megmutatni. Én szeretek eszközöket kivelezni, ez valamikor egy nyomtatóból veleztem ki. Itt van a nyomtatónak az a villanymotorja, amely villanymotor a papír léptetésért felelős. Tehát, hogyha ide feszültséget kapunk, akkor attól függen, milyen irányba legyen áram, hogy legyen feszültség, akkor ez vagy jobbra, vagy balra fog forogni. Van benne egy jó kis áttétel, ami ez a tengely és ez a tengely között egy lényeges fordulatszám csökkentést hoz létre. Tehát, hogyha megfogom és mutatom erre felétek, az egyik irányba, meg a másik irányba forgatom, hol az egyik, hol a másik ide fölforrasztott LED fog megvilágítani. Ha az egyik irányba forgatom, akkor világítani fog a piros színű LED, a másik irányba pedig a fehér színű LED. Hogyha ezt pedig így folyamatosan ebbe az irányba forgatom, akkor egyik irány, a másik irány pedig, hát ez nem annyira világít ez a piros, de sötétben ez is jól látszik. Otthon, ha van kedvetek, akkor csinálhatok ilyen játékot. De csak az otthon a papának a nyomtatóját kell kivelezni hozzá, azt hiszem, hogy biztosan nagyon fog neki örülni, de hát hogyha ezt megmutatjátok neki, hogy ilyet lehetne csinálnak, ő is egész biztos, hogy boldog lesz. Na jó. Következő kísérlet, amit szeretnék megmutatni, hogy akkor még akkor tudom, hogy cseppfolyós nitrogénnel fogunk ismételten kísérletezni. Igen. A cseppfolyós nitrogénnel most meg fogjuk tölteni ezt az edényt, és ismételten egy dugóval fogjuk bezárni a száját. Tesszük mindezt csak azért, hogy megmutassunk egy jó pofa kísérletet. Hát ez egy kicsit húzós lenne meginni. Tehát... akkor itt van a cseppfolyós nitrogénünk ebbe az edénybe, és ebbe a dugóba én belefúrtam egy csövet. Át van fúrva, abban a pillanatban, én ezt ide beteszem, akkor nézzétek meg, egy ilyen cseppfolyós nitrogénből való szökőkutat lehet csinálni, pillanatokon belül. Na tehát. Most az a helyzet, hogy elfogyott a cseppfolyós nitrogén, szanaszét spricceltük. Most a következőt szeretném elmondani. Ha valaki otthon ezt elmondaná a szüleinek, vagy ne adj Isten a tanárának, akkor tegye meg azt, hogy szakszerűen magyarázza el. Jó? Tehát lehet úgy is elmagyarázni, hogy ott volt az a madár és a spriccelt a nitrogénnel. Lehet így is mondani, de az, hogy ma ott volt az a madár, odáig rendben van. De mondjátok azt, hogy bemutatott egy olyan kísérletet, amelyben az energia átalakulások csak úgy hebzsegtek. Gondoljuk csak utána. Mert amikor én beleöntöm ezt a cseppfolyós nitrogént ide ebbe a tartályba, figyeljétek meg, hogy a cseppfolyós nitrogén ebben a tartályban nyugalomban van, vagy ha úgy tetszik, mozgási energiája nincs. Nyugodtan kimondhatjuk, hiszen itt áll ebben az edényben és nyugalomban van. Majd amikor én a dugót bele fogom dugni, így,
akkor itt nagy sebességgel fog kisüvíteni, és hogy nem, mozgási energiára fog szert tenni a cseppfolyós nitrogén. A mozgási energiája révén a függőlegesen elindított nitrogén egész magasra fölmegy, és ott helyzeti energiával alakul a mozgási energiája. És ne feledjünk el még egy dolgot, ami a leglényegesebb. Az első, amikor az ember a dugóval bezárja, akkor ott belül nyomás keletkezik. És a nyomás és a térfogat szorzata hogy nem energiamennyiség. Tessék csak utána gondolni. Tehát nyomás energiát hozunk először létre, a nyomás energiából lesz mozgás energia, abból helyzeti energia, és mindezt a környezetből hőenergiaként vonja el. Tehát akkor négy különböző energiát látunk, és azok alakulnak egyikből a másikba. Nézzétek meg, hogy így. Pontosan így csináljuk, így mi. Tehát akkor energia átalakulásokat látunk, és nem nitrogén spriccelést, jó? Ígérjétek meg, hogy így mesélitek el. Ezért nagyon hálás leszek, hogy ezt így adjátok tovább. Használható, a fizika használhatóságát szeretném megmutatni nektek egy olyan kísérletben, ami hát egyik alkalommal a Brutális Fizika című előadásomban mutattam be. Nézzétek meg, hogy ez egy viszonylag erős madzag. Tehát ezt a madzagot így pusztán kézzel elszakítani nem egyszerű. Úgy is mondhatnám, hogy ez fizika tudás szükséges. Van egyébként valaki közöttek, aki úgy gondolja, hogy csak így puszta kézzel el tudja térni ezt a madzagot. Na akkor viszont én megmutatom nektek, hogy fizika tudással hogy kell. Az első dolog, hogy az ember, én jobbkezes vagyok, tehát a bal kezemre fogom a madzagot rátekerni, úgy, hogy ide teszem az egyik végét, ide a hüvelykujjammal lecsippentem, utána rátekerem ezt a madzagot ide, aztán mikor megfogom egy vissza, és egy mozdulattal ide elszakítom. Na most, akkor próbáljuk megérteni, hogy miért is lehet ilyen könnyedén elszakítani egy ilyen madzagot ezzel a nagyon egyszerű módszerrel. A kísérletünket lépésről lépésre fogom most megismételni, és elmondom a titkát. Hát amikor az ember ráköti a kezét, tehát ugye az első mozdulat átvetem, elhúzom a hüvelykujjam felé, elengedem, veszem a másik madzagot, és most figyeljetek, úgy fogom föltekerni a madzagot az ujjamra, hogy menet mellé, így, ezzel surlódás révén rögzítem nagy felületen ezt a madzagréget. Tehát, hogyha ezt teljes erőből húzom, akkor az ujjamat nem fogja már a madzag elvásni, hiszen nagy felületen rögzített. Első legfontosabb dolog. Na most jön a következő lépés, hogy visszaveszem a másik madzagot, és ha megnézitek, akkor itt keletkezik 1-2-3-4 kötélág, amely egy pontba fut be. Ez azt jelenti, hogy ha megnézitek, akkor pontosan ki lehet mondani, hogy megfeleztük azt az erőt, amivel el lehet a madzagot tépni. Minimum megfeleztük, hiszen hogyha ez a rész ez egészen lapos szögű, akkor egy úgynevezett erőfokozót sikerült építeni. A következő lépésben legalább kétszer rátekerem a kezemre erre, és akkor megint csak ugyanazt az elvet használtam, mint a másik végnek a rögzítésénél, és amikor én ezt elkezdem mozdítani, jól látszik, hogy a madzag a madzagon csúszik. A surlódás fogja elvásni ezt a madzagot, és már csak egy dologra kell odafigyelni, hogy nem húzni kell a madzagot, hanem megálltam. Elszakad. Ilyen egyszerű a dolog. Hogy nincs beoltva a madzag semmi ellen, ezeket oda körbe adom. De most ne kezdjétek el húzni, vonni, mert nem tudom, hogy hol van itt a környéken kötözőberendezés, vagy tehát egy sebkötöző. Viszont azt megmutatom nektek, hogy nem csak ilyen hitvány madzaggal lehet a kisebbet megmutatni, hanem egy kicsit erősebbel is. Tehát igazából a történet ehhez a nylon kötélhez úgy kezdődik, hogy elmentem egyszer egy előadásra, elfelejtettem magammal vinni madzagot, megálltam egy boltba, és mondtam a feladónak, hogy kéne nekem egy olyan madzag, amit kézzel nem lehet eltépni. Akkor mondta nekem, hogy ha ezt eltépi, akkor magának adom mindent. Tehát, és akkor utána mondtam meg, hogy hát majd meglátjuk, megpróbálom. Akkor egész egyszerűen bevetettem azokat a dolgokat, hogy rögzítettem az egyik végét, fölkötöttem úgy, hogy erőfokozó, illetve a vektorok összeadását kihasznált dolgot. Aztán egy mozdulatot, hogy eltéptem, és mondtam, hogy jó napot kívánok, tudja, mint azért kifizettem. Tehát mutatom, hogy ez sincs beoltva. És akkor igazából arra gondoltam, hogy
mire is lehet ezt használni, hogyha valaki például ezt a kísérletet megtanulja, akkor abban nagyon sok pénzt lehet fogadásokon nyerni, hogy ki tudja eltakítani, én el tudom. És akkor ezzel lehet kötni fogadásokat. Nézem, hogy időben hogy állunk. Két kísérletet szeretnék megmutatni még, már két témakörben kísérleteket. Az egyik kísérlet, az az indukcióval fog foglalkozni. És ezt a kísérletet azért választottam, mert az egyik kedvencem. Itt igazából ez csak az állványra lesz szükség. Itt van egy állvány. Erre az állványra föl fogunk akasztani két darab alumínium karikát. Itt van ez a két darab alumínium karika. Ezek lesznek a kísérletünknek a főszereplői. Itt az egyik. Ilyen kettős motorral függesztjük föl. Ezt tudják, hogy bifiláris fölfüggesztés, ha valaki nem tudná. Tehát ha nem tudjátok, azt sem mondani rá. Kell még hozzá. Kettős mágnes. Itt van ez a mágnes. Ezzel fogunk egy kicsit kísérletezni. Milyen kölcsönhatás van a mágnes és az alumínium között? Hát így mondja valaki, hogy semmi, de azért nyugodtan mondjuk meg, hogy kimutathatóan alig van valami. Mondjuk így. Az alumínium tudjuk, hogy paramágneses, tehát igazából a mágneses térrel az is valamilyen módon kölcsönhat, de ez a kísérletünkben most egyáltalán nem fog látszani. Ide közel teszem ezt a mágnest, és látjuk, hogy nem történik semmi. Ide teszem a másikhoz, itt sem történik semmi. Ez idáig teljesen világos, hiszen az anyag, ahogy te mondtad, nem mágnesezhető. Ez persze nem igaz, de mondjuk így. Mert hogy a mindennapi ember a mindennapi életben található mágnessel, az alumíniummal kölcsönhatást nem tud kimondani. De hogyha bevonulunk egy laboratóriumba, ami őrült erős mágneses teret hozunk létre, akkor lehet kölcsönhatást kimutatni. Én már gyanítom, hogy te délután a neten keresel majd ezek is jelent. Lehet? Jó. Na, tehát akkor ugye, mi van akkor, hogyha a mágnes, én ide szépen bedugom és elkezdem mozgatni. Ekkor viszont, annélkül, hogy összekoppanna a mágnes és az alumínium gyűrű, elkezdenek mozogni. Mármint, hogy a mágnes szépen követi az alumínium gyűrű. A kérdés csak az, hogyan lehet ezt a jelenséget megmagyarázni? Szóval azt mondják, hogy valószínű, hogy annak a vazonnak a bazi nagy marha mancsa van, hogy így lengeti a mágnes, meglengeti körülötte a levegőt, és ez a levegő nyögdösi ezt az alumínium gyűrűt. Hát lehetne ez is, ezért tettem egy másik gyűrűt, egy másik alumínium gyűrűt. Ha megnézitek, ennek jóval nagyobb a felülete, tehát ettől jóval nagyobb hatást várhatnánk, hogyha ez így működne. Én most szépen itt elkezdem mozgatni ezt a mágnest, és gyakorlatilag semmi kölcsönhatást nem látunk. Próbáljuk megkeresni a kettő között a különbséget. Azt látjuk, hogy ez egy teljesen folytonos gyűrű, míg a másik ezen a pontján itt föl van metszve. Tehát nem csalás, az a helyzet, hogy szeretném megmutatni egy összefüggést, egy logikai összefüggést, ha itt egy zárt vezető van, akkor ebben a vezetőben áram fog indukálódni, amely áram aztán kölcsönhat ebben a mágnessel. A másiknál, ha nem zárt a gyűrű, akkor nem alakul ki mágnes, és akkor nincs kölcsönhatás. Csak a véletlenül összekoppantok. Tehát akkor ugye ez teljesen világos. Akkor próbáljuk meg összefoglalni még egyszer ezt, hogy a legfontosabb dolog, most figyeljetek, itt van ez az alumínium gyűrű. Ebben az alumínium gyűrűbe először bele fogom tenni a mágnesünknek az északi pólusát. Megnézzük, hogy amikor az északi pólusát bedugom, merre felé fog megmozdulni a gyűrű. Fontos, figyeljetek, mert esetleg a fizika órán ez még jól jöhet. Tehát én ezt szépen fogom, mint bedugom, és azt láthatom, hogy amikor bedugom, akkor tőlem elfele lendül a gyűrű. Amikor magam felé meghúzom, akkor pedig hozzám közeledik. Ez mind akkor volt, amikor a mágnesünknek az északi pólusa volt. Na most megfordítjuk az éli pólusát.
Fölírtad a jelenséget? És miért nem? Na jó, tehát akkor ugye azt fogom tenni, hogy most a déli pólusával kísérletezek, bedugom, figyeljetek, ide nézzetek, most még ne írjál. Bedugom, így, merrefele mozdult el? Ellendült, ugyanúgy, mint az előbb. Amikor kihúzom, megint csak hozzám közelít. Mondhatjuk, hogy úgy viselkedik ez a gyűrű, mint egy jól nevelt kislány. Jön a fiú, lerohanja, akkor curikol a lány, és amikor a fickó pedig menekülni akar, akkor esélytelenné teszi, megy utána. Világos, nem? Na jó, ezt nem kellett volna. Tehát a lényeg a dolgoknak az, figyeljetek ide, hogy amikor itt változó mágneses teret hozunk létre, mitől fog a tér változni? Attól, hogy egyszer ott van a mágnes, egyszer nincs ott. Ott van, nincs ott. Ebben az esetben itt ez a változó mágneses tér indukál egy elektromos teret, egy örvényes elektromos teret. Az azt jelenti, hogy ha oda betennénk egy elektront abba az örvényes elektromos térbe, akkor az az erővonalak mentén, amelyek önmagukba záródó erővonalak mozognak körbe-körbe. Ez viszont egy áramot jelent, gondoljunk csak utána, a körbe folyó áramnak viszont olyan a mágneses tere, hogy a gyűrűnek a síkjára merőleges. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig szembe fog mutatni a mágnessel, és ennek eredményeként egy taszító kölcsönhatást fogunk tapasztalni, amikor bedobjuk, amikor kihúzzuk, akkor egy vonzó kölcsönhatást. Ha esetleg valakinek nem világos, van egy másik kísérlet, amivel nagyon szépen meg lehet mutatni. Ehhez egy kicsit erősebb mágnesre van szükségünk, amelyet biztonsági okokból mindig szanaszét szoktam hagyni, pontosabban az eszközeinktől távol. A főszereplője a kísérletnek egy résztömb és egy erős mágnes. Ha ezt a mágnest én itt leejtem, akkor koppan egy nagyot, és a gravitáció törvényének teljességével engedelmeskedik. Így. Megismételjük többször is. Ha most ide alá teszünk ezt a résztömböt, akkor azt hiszem jól lehet látni, jól lehet hallani, hogy nem is koppan. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor az történik, hogy van egy kiterjedt fémes vezetőnk itt. Ez a kiterjedt fémes vezető közeledik a mágnesünk az ő erővonalaival, amikor az erővonalai bemennek itt ebbe a felületbe, itt belül mozgásba hozzák a töltéseket, áramokat generálnak, és ezek taszítják egymást. Abban a pillanatban, amikor én el akarom venni, akkor megint csak az erővonalak innen elmúlnak, tehát változnak az erővonalak, áram indukálódik, és ennek eredményeként egy vonzó hatás jelenik meg. Meg lehet figyelni a következőt. Tehát, hogyha ezt hirtelen fölemelem, akkor meg lehet emelni vele a résztömböt, sőt, mi több, ha esetleg ketté veszük ezeket a mágneseket. Nem is van egyszerű. Jó. Hát itt van az egyik. Tehát ugye azt láttuk, hogy ez ilyen szép lassan koppanásmentesen esik le. Hogyha én most ezt teszem alulra, ezt ráhelyezem, így, ugye akkor a mágnesek az erővonalai benn vannak a vörös résztömbbe. Hirtelen fölemelem, és akkor meg lehet mutatni, hogy ez szépen fölemeli a mágnesünket, tehát a változások ellen hat ez az egész. Tehát indukcióval beszélgettünk, és akkor az indukcióval kapcsolatosan van egy kísérletünk, ugye vidám kísérlet. Szeretném megmutatni az eszközeinket. Itt van egy eszköz, ami valamikor egy Winchester tartó volt, lánykorában a 90-es évek elején. Ekkora helyen fért el egy 256 megabájtos Winchester, ilyen szép magas típusú volt. A lényege a dolguknak az, hogy ez a Winchesterhez egy irgalmatlan nagy tápegység is tartozott, majdnem 200 watt teljesítményű, egy darab Winchesterhez. Tehát lehet látni ebben is a változást. Most annyit fogunk tenni, hogy én kiszedtem ezt a Winchestert, beleraktam egy CD lejátszót, ez itt látható elő, itt fölül, egy erősítőt, egy rádióerősítőt, és tulajdonképpen a CD lejátszó lesz az egyik főszereplőnk. Ha minden igaz, akkor elindítva ezt, kiadja a CD-t, tehát meg tudom mutatni, hogy egy zene CD található rajta. Itt van. És ez lesz az együttest? Nem ismered? Pedig nagyon jó.
A CERN-nek a saját együttese. Tudod, mi az a CERN? Ez egy részecske gyorsító, valahol ott Európa közepe táján. Na mindegy, a lényeg a dolgoknak, tehát Svájcban van, és átlőg egy része Franciaországban, nekik még van egy saját együttesük is. Ha elindítom a CD lejátszót, akkor a CD lejátszó tulajdonképpen fülhallgató révén átadja a hangerőt a rádiónak, vagy a rádióerősítőnek, és a hangszórók helyére kötöttünk tekercseket. Itt az egyik tekercs, itt a másik tekercs. Ez úgy néz ki, hogy a hangszóró helyére van téve, azért van ilyen hosszú drót, hogy a kezetet beartassam, mondjuk neked, meg neked, és akkor azt kéne megtenni, hogy ugye a kezetek közé szorítjátok így, megmondjátok, hogy lehet-e érezni valamit. Milyen, megnézem, hogy lejátsza-e már. Igen, lejátsza. Mit lehet érezni? Nem, mit? Figyelj ide. Mutatok valamit. Már rezeg. Neked is rezeg? De csak amikor az én kezem ott van. Ez egy mágikus kéz. Mondom, hogy mágikus kéz. Így van, mágnes van benne. Próbáljuk meg végig gondolni, mi is történik. Ugye ebben folyik egy áram, figyelj, ebben folyik egy áram, amely időben változó áram, és ez gyakorlatilag a zene ütemére folyik. Ide tesszük ezt a mágnes, akkor ez a mágnes kölcsön foghatni ebbe az árammal, mert ugye az áramnak van mágneses hatása, és egyébként a mágnesre egy rezgő hatást fog hallatni, amivel esetleg akár hallhatnánk a zenét is. Tehát ide a fejedet egy kicsit közelebb? Ide teszem így. Nem mondd, hogy nem hallod a zenét. Te elhiszed, hogy halljad? Téged kérdezek. Elhiszed? Na figyelj, tedd le a füledet az asztalra. Így. Arra. Ide tegyük ezt oda rá, jó? Oda, oda a füle mellé. Oda le az asztalra. Na hallatszik valami? Ugye hallatszik a zene? A zene úgy hallatszik, hogy én fogom ezt a mágnes ráteszem az asztalra. Az asztalról, amikor ezt ráteszem, akkor szépen elkezd zenélni. Mert megrezgeti az asztalnak a világos, ugye? Aki egy nem világos, annak a kedvéért kihangosítjuk, az egész teremre hallhatóvá teszünk az egészet. Csak kell hozzá egy olyan rezonátor, egy olyan üveg, amely segít ezt mindannyiunknak hallhatóvá tenni. Figyeljetek, itt van a mágnes, itt van a tekercsünk, figyeltek, ugye? Tehát ez egy teáskannából egy egyszerű hangszóró, de gondoljatok utána, hogy mindez csak az indukció révén lehetséges, hiszen, figyeljetek ide, ez vezeti az áramot. Ide teszem fölé, égvilágon semmit nem hallunk. Ez vezeti az áramot? Vezeti. Ide teszem fölé. Tehát tulajdonképp nem az, hogy közel, nem az a lényeg, hogy közelebb van. Figyelj, ide ráteszem neked így teljesen, látod, hogy nem szól. A lényeg az, hogy a váltó itt. Ez a tekercs, meg ez a mágnes egymást is megrázzák egy picit, ezért itt egy viszonylag nagyon gyorsan mozgó mágneses tér van, és ennek segítségével egy kiterjedt fémes vezetőben örvényáramokat fogunk tudni indukálni. Ezek az örvényáramok lesznek azok, meg rezgésbe hozzák a teáskannának. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogyha valaki ezt az internetről ezt a CD-t letölti, mert le lehet ingyen tölteni, akkor csak olyan zenéket fogtok hallani, ami fizikáról szól, és számítástechnikáról. Ugyanis a CERN-ben ez a két legnagyobb tudományágat művelik. De azért nézzük csak tovább. Itt van egy hangszóró, nézzétek ide, itt van egy hangszóró, ennek a hangszórónak a végére nem egy erősítőt kötöttünk, csak egy tekercset. Megteszed, hogy így megtartod nekünk? Úgy. Itt van ez a tekercs, meg ez a másik, ezt a kettőt közel teszem egymáshoz, és éppen nem kezdődik egy zene, mindjárt lapozunk egyet. Amint halljátok, a két tekercs, ha közel van egymáshoz, induktíve jobban vannak csatolva, akkor megszólal a zene. Világos, ha nincsenek közel egymáshoz, akkor nem fog szólni a zene. De az sem elég, hogy közel vannak egymáshoz, mert majdnem egymásban vannak, mégsem szólal meg. Ahhoz, hogy megszólaljon, az is kell, hogy a kettőnek a párhuzamos legyen a síkja. Ugye teljesen világos kezdeni.
azt olvastam a fizika könyvben, hogy egy ilyen helyzetben beleteszünk egy vasdarabot, akkor még jobb lesz a hatás. Tehát egész egyszerűen a mágneses térben a ferromágneses anyag szerepéről szeretnék egy pár szót mondani. És hogyha ezt a mágneses anyagot ezt teljesen zártá tesszük, akkor még jobb a helyzet. Ha valakinek nem tűnt volna föl a primer tekercs, a szekunder tekercs, az zárt vasmag együttesen egy transformátort alkot. Együttesen egy vasmagot, tehát egy transformátort alkot, tehát tulajdonképpen megértettünk valaminek a működését. Azt hiszem, hogy nehéz lenne ezek után nem egy következő kísérlettel folytatni a dolgainkat. Most szeretnék egy búcsú kísérletet. A búcsú kísérlet pedig egy kicsi bevezetővel kezdődik. Bár talán emlékeztek arra a kísérletre, amikor egy cseppfolyós nitrogént töltöttünk ebbe az edénybe. A cseppfolyós nitrogén nagyon hevesen forr a szobahőmérsékletű edénybe, mert ugye az ő forráspontja mínusz 196 Celsius fok. Próbáljuk meg egy kicsit vegyés szemmel is megnézni, ugye fizika éve volt 2005-ben, 2011-ben kémia éve van. Hát vegyés szemmel is próbáljuk górcső alá venni, mit tudunk mondani a nitrogénről. Tudjuk, hogy egy molekulában két nitrogén atom kapcsolódik össze. Tudjuk azt, hogy a molekulának mekkora a tömege, egy csomó mindent meg tudunk mondani. Ha összevetjük ezt a víz molekulával, alig-alig találunk benne különbséget. Hát nem azt mondom, hogy nincs különbség, de nagyságrendű különbség nincs. Mind a kettő szintelen, ugye a víz is folyadékhalmazátodva szinten, a cseppfolyós is nitrogén, mind a kettő szaktalan, elmondható. A sűrűségükben is 9 tized a cseppfolyós nitrogéné, 1 a víznek a sűrűsége. Tehát a kérdés csak az, hogy mivel lehetne megmagyarázni azt, hogy a cseppfolyós nitrogén majdnem 300 Celsius fokkal alacsonyabb forráspont. Ez az egy, amiben őrült nagy különbség van. Mi lehetne a magyarázat? Te tudod? Igen. Nem mondod? Na mondjad. De a hidrogén kötés van a vízben. Mondd egy kicsit hangosan, mert nem fogjuk jól hallani. A vízben vannak hidrogének atomok. Az így igaz. Ezért hidrogén kötés is létezik. Tehát igazából én inkább úgy mondanám el, mert vannak tudod itt nyolcadikosok is. Hát, hogyha ők is szeretnék megérteni. Azt kell elgondolni, hogy a víz hogy egy oxigén molekulából és két hidrogén molekulából áll, és valahogy az elrendezés olyan, hogy a vízben a pozitív töltések és a negatív töltések tömegközéppontja nem esik egyre. Ennek eredményeként a víznek van egy elektromosan pozitívabb oldala, meg egy negatívabb oldala. Mi történik, ha két molekulát egymáshoz közel rakunk? Hát úgy fognak összerendeződni, hogy az egyiknek a pozitív oldala, a másiknak a negatív oldalához fog közelebb kerülni, és ez az elektromos kötés, ami majd kialakul, ez egy viszonylag erős kölcsönhatás. Ezt azért el lehet mondani. Az is biztos, hogyha sok vízmolekula van, akkor ezek a vízmolekulák hogy összetapadnak egy nagyobb böböcskékbe, vagy idegen szóval klaszterekbe, és ezek a klaszterek, ezek viszonylag nagyméretűek. A cseppfolyós nitrogénben megnézzük, akkor a molekulák nagyjából önálló életet élnek, tehát nem ilyen csapatos viselkedésűek. Ugye, hogyha most megnéznénk, hogy hogy néz ki a víz, akkor abban lehet látni szép nagy pacákat, a pacákon belül is molekulákat, a nitrogénben pedig csak molekulákat látunk, amelyek nagyjából szabadon tudnak működni. Ideig ez világos. Ugye most itt valami logikai olyan kéne, hogy ennek bizonyítékát kéne adni. Hát igazából mikroszkóppal nehezen tudnánk ezt megnézni. Próbáljunk ami más módszert, én azt javaslom, például, hogyha találnánk egy olyan anyagot, amelyik apró szemcséjű, meg egy másik anyagot, amelyik nagy szemcséjű, hogyan lehetne kettőt megkülönböztetni egymástól? Hát gondoljuk utána, hogy van mondjuk mákunk, meg babunk, és meg szeretnénk mutatni a különbséget. Ugye, hogyha most azt mondom, hogy veszek egy szitát, abba beleöntöm a babot, akkor az a szitának a részei föl fog ülni, jól választom meg a szitának a lyuk méretét. Ha ezek után beleöntöm a mákot, az pedig így át fog zuhanni rajta. Ezt gondolom, ez így világos. Lehetne esetleg a nitrogén és a víz között ilyen különbséget tenni? Ez a kérdés. Találunk-e olyan szitát, ami erre működik? Na hát az a helyzet, hogy egy ilyen szita van. Ez, amit a kezembe tartok, ez egy férfi nyúlszőrkalap.
Ami többnyire azért szoktak fölvenni a férfiak mondjuk eső idején, mert hogy ezek a nyúlszörny részek, ezek nem engedik át a vizet. Nézzük meg, hogy a nitrogént átengedik-e. Tehát, hogyha én most fogom, megpróbálom a nitrogént ezen átönteni, akkor azt hiszem, hogy gyönyörűen látszik, hogy a nitrogén rövid időn belül átfolyik rajta, olyannyira gyorsan átfolyik, hogy már a kalap alkalmas arra, hogy elköszönjek tőletek. Nagyon köszönöm a figyelmet. Itt a vége az előadásra. Ne felejtjétek el, hogy a kísérletekre, hogyha vissza akartok emlékezni, akkor a közvetítőinknek köszönhetően lesz egy archívuma. A közvetítés köszönjük a Puskás Tivadar távközlési technikumnak és a Galileo Webcastnak, ahol meg fogjátok találni nem sokára az előadás archívumát is.